position. 6. Online as fast as possible. 3. Lift up. 2. We're past max Q, the period of maximum loads on the vehicle. És akkor szép jó estét kívánunk itt a Speed Junk YouTube csatornán. Hát egyszerűen hihetetlen, hogy megértük ezt a napot. Ennyi késés talán még az Izaurában sem volt, meg ennyi dráma, vagy nem tudom, Leoncio szerintem forog a sírjába, az tuti egyébként. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Eljött a nap, hogy az Artemis 1 küldetés Orion űrhajója már itt van az utcasarkon, és nem sokára szépen leteszi magát a csendes óceánra, a nyugati partoktól nem messze. De közben meg is kaptuk a visszajelzéseket, úgyhogy akkor hajrá, kezdjük el az élő adást. Akkor kezdem a vendégünkkel. Szervusz, Miki, mi újságon? Sziasztok! Hát tényleg, ahogy mondod, szürreális élmény, hogy ez megtörtént. Bizonyára mindannyian emlékeztek arra, amikor röpke, hogy is volt, 3,5 hónappal ezelőtt összegyűltünk itt, hogy közvetítsük élőben Teszeles tartját. Nem túl meglepő módon nem indult el. Annál meglepőbb volt, amikor tényleg elindult végül, és ez már kb. Tényleg hihetetlen, hogy eljutottunk ide, hogy most, ha minden igaz, még csobbanni is fog. Hát, reméljük. Igen. Én nagyon várom. Az igazság, hogy a sapka az most csak gratis, mert alapvetően ez jön, ha kell, ha nem. Tehát nem ettől függ, ez hál' Istennek nem az indítás. A indítási fázis, amikor ugye ebből a célból szoktam viselni a sapkát, de hát ez már így marad. Szervusz, Dávid, mi újság van? Hogy vagy? Sziasztok! Én is köszöntök minden kedves nézőt és egybegyűltet, mert elég szép számmal már szerencsére már most is itt vannak. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ennyien velünk tartotok, és reméljük, hogy nem fogtok elkapcsolni, mert ez biztos, hogy nem fog elhalasztódni, mondjuk így nem túl magyarosan. Tehát mindenképp a gravitáció fog győzni, és lehozza az Oriont a világűrből. Szóval ez biztos, hogy nem lesz, mint az SLS indulásánál. Tehát ma mindenképp egy jó kis csobbanást fogunk látni az Orion részéről, és hát tényleg így nagyon fura, hogy már ilyen hamar eltelt ez a 3,5 hét, 25 nap pontosan. Szóval, hát de itt vagyunk, és visszatér az Orion. Így van, és micsoda küldetés volt. Szervusz, Bence, mi újság van így hétvégén, szalagavató után? Hello, hello, sziasztok, szép estét mindenkinek. Hát igazából teljesen hihetetlen volt ez az elmúlt 25 nap, olyan képeket láthattunk, ami tényleg, ahogy az angol mondanám, mind-blowing, tehát nagyon-nagyon durva fotókat lőtt az Orion a Holdról, illetve a Földről is. És ahogy Dávid mondta, ma biztos, hogy lesz akció, ugyanis a fizika törvényeit sem tudja felülírni az Orion, tehát ma nem lesz halasztás. Úgyhogy mindenképp láthatunk ma remélhetőleg egy sikeres landolást, úgyhogy ennek kell ma szurkolni. Így van. Én megmutatom nektek, egy pillanat, csak egy nagyon picit át kell rendezzem a képernyőt, mert nem akarom kitakarni. Egyébként kevesebb, mint 53,5 percre vagyunk a landolástól, a vízre szállástól, leszállástól, és alapvetően, ami még fontos, a USS Portland fedélzetéről, vagy most nem tudom, hogy az a USS Portland, vagy pedig az egy másik hajó, de a lényeg, hogy a USS Portland fogja kihalászni egyébként a vízből, majd az Orion űrhajót, de az az igazság, hogy van majd egy óránk a landolásig, utána lesz még 2 óránk, mire bevontatják az Orion űrhajót, és az a tervünk, hogy az alatt mindent is át fogunk beszélni, szeretnék a képeket megnézni, a videókat megnézni, mi történt, tényleg nagyon jól áttervezzük beszélni ezt az egész küldetést, mert van mit, mert egyszerűen annyi minden történt, és körülbelül így az agyunk így kisült egy párszor, olyan gyönyörű felvételeket készített, úgyhogy lesz mit a tejben aprítani. Jó, még 2 dologgal adósak vagyunk, hogyha van kedvetek addig felkonferálni a pólósorsolást, én pedig addig megmutatom a pólót. Mit szóltak hozzá? Jó, tehát nem biztos, hogy mindenki látta a kiírást, még amit adás előtt raktunk ki, de egyébként, ja nem, ez nem az, ami ki van emelve. A lényeg, hogy aki már követ minket egy ideje, az tapasztalhatta korábbi adásokban, hogy bizonyos időközönként kisorsolunk a webshopunkból vagy pólót, vagy bögrét, vagy mindkettőt, és ma erre a legutóbbira fog ismét sor kerülni, tehát pólót is és bögrét is sorsolunk. Hát egész konkrétan egy ilyen Artemis 1-es mintájú pólót, természetesen a szint... És egészen pontosan egy ilyen. Ja igen, ez a kétféle dizájnunk van, ami az Artemis 1 küldetéssel kapcsolatos. Természetesen a szint, azt mindenki, vagy hát az adott nyertes majd kiválaszthatja, tehát ennyire nem kötjük el a kezeteket. Várjál, Dávid egy picit elszállt. Ti itt vagytok? Azt megtudtuk, hogy nem kötik meg a kezet. Igen, igen, addig hallottuk, hogy nem kötik meg a kezünket. Igen? Hát, nem csináltam semmit, az én kezem sem. Saját kezedet kötötted. De akkor onnan folytatom, tehát akkor, de egyébként szerencsére kb. Egy mondatról maradtatok le. A lényeg, hogy háromféleképpen tudtok úgymond nevezni erre a játékra. Az első, hogy bármekkora összegű SuperChat támogatást küldtök nekünk, ami egyrészt kiemeli szerencsére az elég sok chat közül az adott chatet, vagy üzenetet, másrészt pedig ez egy azonnali támogatás, ami egy tetszőleges összegű, attól függően, hogy ki melyik országban tartózkodik jelenleg, annak az adott országnak a pénznemében küld megadott összeget, tehát vagy ez a SuperChat támogatás, amit a chat alatti kis dollárjelre kattintva tudtok eszközölni. A második opció, hogy feliratkoztok csatornatagnak, ami azt jelenti, ez egy havi rendszerességű csatornatagsági program, aminek 5 különböző szintje van, 5 megadott összeggel. Ezt, hogyha a feliratkozás melletti gombra kattintva, a csatlakozásra kattintatok, akkor ott látjátok, hogy például a Kármán mondanak például 600 forint per hónap a csatornatagsági program támogatás. Ugye vannak különböző szintek, nyilván próbáltunk azért egy ilyen kicsit érdekes jelleget is, hogy ne csak első szint, második szint, stb. Így elnevezni, hanem egy kicsit így fantáziadósabb neveket adni, és aki teheti természetesen így pénzügyek tud minket támogatni havi rendszerességgel, és a harmadik opció pedig, hogy a már meglévő tagságot úgymond upgrade-eli, tehát szintet lép, akár egyet, akár többet, ki milyen vérmérsékletű és kinek mennyire tetszik a munkánk, de a lényeg, hogy ezzel a három opció, tehát a SuperChat, az újonnan feliratkozás, vagy a csatornatagsági programra feliratkozás és a meglévő tagságnak az upgrade-elése, szintlépése, ez a három feltétele annak, hogy jelentkezzetek erre a játékra, a nyereményjátékra, és az adás végén a három kategóriába eső nézők között fogjuk kisorsolni a rajtam látható mintájú pólót, ami a Szabin van, illetve egy Space Junkie bögrét, amiből szintén kétfajta, sőt nem, abból már szerintem az összes minta kész rendelkezésre áll, ugye? Elvileg, vagy... de szét kell nézni a webshopunkban. Ja, hogy... Annyi módosítás, hogy valamiért, nem tudom, most van egy kis átrendezés egyébként a webshopunkban, és eltűnt a másik design. Azt meg ki kell terítenem, hogy miért, úgyhogy marad csak az, ami rajtam van. Elnézést kérünk érte, de a lényeg, hogy mindenképpen, amit elmondott Dávid, ezek alapján, aki részt szeretne venni, hajrá! Az egész teljes adás alatt ki lehet használni ezt. De akkor, ne is húzzuk az időt tényleg. Kezdjük el összefoglalni, hogy mi történt, meg mire, pontosabban kezdjük azzal, hogy mi várható a következő 50 percben, mit szóltok hozzá. És akkor majd a küldetés visszatekintést majd elkezdjük, hogyha sikeresen landolt és minden rendben volt. Mit szóltok hozzá? Miki, vagy Bence? Én szívesen elkezdem akkor a leszállási procedúrát bemutatni, hogyha erre gondoltatok. Oké. Erre. Tehát akkor jelen pillanatban nagyjából az Orion 4700 mérföldre található a Földtől, tehát a 4700 mérföldes magasságban van, ami, hát hogyha most gyorsan csinálunk egy számítást, az körülbelül olyan, tudom mennyi kilométer, 7500 kilométer magasan van, és folyamatosan zuhan tulajdonképpen a Föld felé, és nő a magassága, illetve a gyorsasága. A légkörben nagyjából olyan 40 000 km/h-s sebességgel fog belépni, tehát ez egy ilyen 11-12 km/másodperces sebesség, ami így földi léptékben szinte elképzelhetetlen nagy sebesség. Tehát semmi földi jármű nem képes ezt a hatalmas gyorsaságot megközelíteni. Tehát az első nagyobb esemény, ami a landolást illeti, az körülbelül 120 km-es magasságban lesz, és ez pedig a szervizmodulnak a leválasztása lesz. Tehát ugye az Orion űrhajó az két fő egységből áll, a személy safety modul, tehát maga az űrkabin, illetve a szerviz modul. A személyzeti kabinban lesznek majd a következő küldetéseken ugyebár az űrhajósok, és a szervizmodulon találhatóak tehát ezek az ikonikus napelemtáblák, illetve a fő meghajtási rendszerek, illetve az üzemanyagtartályok és az egyéb ilyen működést biztosító fő- és alrendszerek. Tehát ezt nagyjából 120 km magasan választják le, és a szervizmodul sorsa ezt nem fogják tudni újra használni, hanem egy lezárt terület fölött fog elégni a csendes óceánban. Még mielőtt folytatnám a bemutatást, pár alapvető információt kiemelnék, tehát a vízre szállás pontos időpontja az magyar idő szerint 18 óra 39 perc lesz, és a helyszín az pedig Guadalupe szigete mellett, a Baja California félsziget partjaitól nem messze lesz. Ez egyébként nem az elsődleges leszállási helyszín, ez a másodlagos, ugyanis az elsődleges leszállási helyszínnél jelenleg az időjárási viszonyok nem engedték meg azt, hogy oda tudjon leszállni az Orion, úgyhogy még az űrben egy kisebb pályakorrekciót kellett eszközölni, hogy ide erre a másodlagos helyszínre érjen vissza az űrhajó. És ez az utolsó pályakorrekciós manőver egyébként ma volt, délután nagyjából 2-kor magyar idő szerint, és ez állította a végső ereszkedési pályára az űrhajót. És ezt követően nem sokkal az Orionnak a kommunikációs rendszereit is megváltoztatták, illetve átkonfigurálták. Ugye amíg a mélyűrben tartózkodott, tehát távol a Földtől, addig a NASA-nak a Deep Space Network hálózatával kommunikáltak az űrhajóval, tehát ezek a hatalmas, tehát ilyen 20-30 vagy akár 70 méter nagyságú antennatányérokkal. Ugye ezek főleg távoli űrhajókkal való, vagy űrszondákkal való kommunikációra alkalmasak, tehát például a Mars szondákkal, Hold szondákkal, vagy akár a naprendszer távolabbi szegleteiben munkálkodó, felfedező, illetve kutató szondákkal szoktak kommunikálni. És mivel az Orion ugye egyre közelebb került a Földhöz, már nem tudták így ezekkel fenntartani a kapcsolatot, így átváltottak az úgynevezett TDRS műholdas rendszerre. Ez a Tracking and Data Relay Satellite System. Ez egy úgynevezett műhold konstelláció, ami 36 000 km magasságban kering, tehát geostacionáris pályán, ami azt jelenti, hogy tehát a földi szemlélő szemszögéből mindig egy adott ponton van a műhold az égbolton, így nem szükséges mozgatni az antennát, tehát ilyen alapon működnek a televíziós adássugárzó műholdak is. Tehát, hogyha ezért nem kell forgatni az antennát, hogyha tévét szeretnénk nézni. Tehát mindig egy adott ponton van az égbolton a műhold, és ilyen adatátjátszó műholdakból van több a NASA-nak a Föld körül, és így tudnak kapcsolatot tartani a nap 24 órájában a nemzetközi űrállomással, illetve egyéb alacsony pályán keringő műholdakkal is. Tehát az Orion is ezekkel a műholdakkal kommunikál már a NASA irányító központjával. Tehát ez is egy fontos lépés volt a leszállást megelőzően. Tehát, mint említettem, ugye nagyjából 120 km magasan fogják leválasztani a szervizmodult, és ezt követően az Orion maga az űrkapszula, tehát már saját maga fog száguldani egyenesen a Föld légköre felé, de még mielőtt belépne a légkörbe, egy kisebb manőverrel eltávolodik a leválasztott szervizmodultól, hogy elkerüljék annak a lehetőségét, hogy bármilyen formában úgymond ismét összetalálkozzanak, ami ugye nem lenne szerencsés, illetve egy kicsit megemeli az Orionnak a belépési magasságát, és ezáltal csökkenti a belépési szöget, aminek nagyon fontos és lényeges szerepe lesz, hiszen az Orion belépése nagyon különleges, ugyanis tehát fontos megemlíteni, hogy ez az űrhajó a Hold magasságából tér vissza a Földre, így szinte összehasonlíthatatlan azzal, mint amikor például a nemzetközi űrállomásról tér vissza egy Soyuz vagy akár egy Crew Dragon űrhajó emberekkel. Ugye még alacsony földkörüli pályáról nagyjából olyan 7,8-7,9 km/másodperces sebességgel, tehát olyan 27 000 km/h-val térnek vissza ezek az űrhajók. Addig a Holdról, ugye, ahogy említettem, 40 000 km/h sebességgel éri el az atmoszférát, ami ugye jelentősen nagyobb sebesség. Ugye ez azzal jár, hogy sokkal keményebb körülmények vannak, amikor belép az űrhajó a légkörbe, és ezért egy teljesen más belépési profilt alkalmaznak. Ez az úgynevezett skip re-entry, erről szerintem Szabiban is egy képünk, hogyha ezt be tudod emelni, az sokat segítene. Bizony. Tehát az úgynevezett skip re-entry módszert fogják alkalmazni, amit szerintem nagyjából úgy lehet a legjobban elképzelni, mint amikor egy kavicsot rádobunk a vízfelszínre, és akkor kacsázunk vele. Tehát nem merül el rögtön úgymond az űrhajó a föld légkörébe, hanem lepattan róla, és ugye ez annak köszönhető, hogy maga az űrhajó is generál valamilyen kis mennyiségű felhajtó erőt. Ezt Miki, szerintem te jobban el tudnád egyébként magyarázni. Akartam mondani, hogy Miki, szeretnél hozzászólni? Persze, csak hát annyira jól mondjátok, mármint Bence. Hát hogy... Bence abszolút jól tolja mindig. Na jó, hát persze, hát áramlástan, szóval erről végül is tudok valamit mesélni. De igen, szóval az mindenképpen nagyon érdekes, ami ezen a szekvencián is látszik, hogy ugye visszafordul az űrhajó, ugye? Tehát, hogy az történik, hogy úgymond, ahogy mondtad nagyon jól, hogy bemerül a légkörbe, és visszapattan, mint a vízen kacsázó kavics, de ugye mi is történik itt valójában? Ugye az az érdekes, hogy ahogy mondtátok is, és ez tök jó volt, hogy említetted, hogy amikor az ISS-ről visszajönnek az űrhajók, akkor ugye nagyjából 8 km/másodperc körüli a sebesség. Itt, ugye ehhez képest, a mozgási energia az majdnem pontosan a 2-szeres. Bocsánat, közben Szabi, hogyha az élő képre kattintasz, akkor most éppen egy animációban most fog leválni a szervizmodul az Orionról. Na igen, ezt akartam mondani, hogy talán érdemesebb most nézni ezt, aztán majd utána visszatérni. Oké. Ez egyébként telemetry-driven animation, ugye? Tehát ez igen, élő tehát telemetria alapján. Igen. Hát, hogy ugye, kedves nézők, persze ez nem egy igazi videó, viszont a real-time-ba bejövő igazi adatok alapján látjuk azt, amit látunk. Még mielőtt valaki azt mondja, hogy de hát ez CGI. Mérem az. Ez nem hát ez CGI. Ja, de legalább igazsághajtott a CGI. Mikor van konkrét? Ja, itt látnunk kéne, hogy elvileg most van ott a kék bogyó, ugye? Ez most a CMSM-SEP. Tehát Crew Module Service Module Separation. Én próbálom hallgatni a háttérben majd a dolgokat, mert most már nem magunkat, most már elvileg jó a hang, de azért írjátok meg, hogyha valaki hangosabb, vagy halk. Miki halk, köszönöm szépen, akkor mindjárt ezen javítunk egy picit. Igen, mehet tovább. Na, oké. Szóval a mozgási energia. Na, szóval tudjátok, hogy a mozgási energia, hogyha valaki emlékszik még gimnáziumra, és akkor most lefelezzük a hallgatóság számát, nem baj, ugye az a sebesség négyzetével arányos. Talán emlékezhet valaki ismerő, hogy 1/2 MV négyzet, és marha vicces, hogyha valaki úgymond tényleg ki akar úgymond szökni a föld potenciál gödréből, vagyis úgy fel akar dobni egy követ, hogy az aztán nem pályára álljon, hanem soha többé ne is essen vissza, akkor ahhoz olyan 11,2 km/másodperccel kell eldobni valamit, ugye ez a második kozmikus sebesség, vagy szökési sebesség, ami emiatt aztán érdekes, hogy ez a sebesség, ez a gyök 2-szöröse a körpálya sebességnek, ami azt jelenti tehát, hogy a mozgási energia, ami ahhoz, hogy itt kvázi végtelen távolságra elhajítsunk egy követ, vagy űrhajót, vagy akármit, az 2-szeres. Ebből az is következik, hogy a visszatéréskor is 2-szer annyi mozgási energiát kell eldisszipálni, hogyha valami ilyen baromi messziről érkezik. Természetesen az Oriont nem végtelenbe küldték el, ezért aztán nem is 11,2 km/másodperccel kellett felküldeni, de majdnem. Hát az ő sebessége, ha jól tudom, 10,9 és 11,1 km/másodperc között van. És hát ugye ez tényleg elég ahhoz, hogy szemben azzal, amit akkor él át az űrhajó, amikor földkörüli pályáról jön, ami olyan 1300-1600 Celsius fokra való fölizzás, itt ugye 2800, ne adj Isten, akár 3000 Celsius fok környékére. Ezt jól tudom, hogy ez a nap felszínének, nem a koronájának, hanem a felszínének a fel. 5-6 ezer fokos a napfelszín, de nagyságrendileg már majdnem az, igen. Tehát hogy elég durva a helyzet. Na most, ugye, ez meleg. Is egy érdekes kérdés, és akkor ez már a skiphez kötődik tulajdonképpen, hogy azt szokták mondani, hogy az űrhajó azért lassul le, mert surlódik a légkörbe való belépéskor, de ez csak részben igaz. Ez csak részben igaz, mert egy kicsit inkább arról van szó, hogy van egy kabin, ami ugye jön vissza, és amikor jön vissza, mivel hogy a hangsebességnél lényegesebben gyorsan megy, ezért úgymond a levegőnek nincs lehetősége kiszökni előle két irányba, hanem összenyomja maga előtt a kabin a levegőt, vagyis egy nyomásfalt hoz létre, egy lökéshullámot. Ugye ez az, amit Max Q formájában a felszálláskor is lehet valamelyest látni, amikor összenyomja a levegőt maga előtt a rakéta. Az egy kis akkor... levegőt töltsér így a... Igen, ott az van, ugye, hogy akkora nagy a nyomás, hogy eléri a gőznyomást, ami azt jelenti, hogy kicsapódik a levegőben levő pára, annyira összenyomja, és akkor megjelenik egy gömb alakú felhő. És ugye ennek az áttörése a nagy puk, ami a hangrobbanás. Igen. Na most ugye ennek a durvább verziója, amikor visszafele jön, amikor a hangsebesség 20-szorosával lép be a jószág a légkörbe. Na ott mekkora nyomásfal van előtte, és akkor ez egyrészt ugye lassít, másrészt meg melegít, de érdekes, hogy nem csak a surlódás miatt melegít, hanem úgy összenyomja a plazmát, vagy úgy összenyomja a levegőt, hogy plazmává válik, és az a sugárzás miatt melegíti az űrhajót. Tehát érdekes, hogy ez a majdnem 3000 fok, ez nagy részt nem abból származik, hogy surlódik, mint hogy a tenyerünket összedörzsöljük, és ettől. Így szokták mondani legtöbbször, de valójában az csak a kisebbik része, a nagyobbik része az az, hogy úgy összenyomta maga előtt a levegőt, hogy az annyira felforrósodott, hogy annak a hősugárzása csinálja ezt a brutális hőmérsékletet. És akkor oda megy el, és akkor itt a vicc az egészben, hogy amikor jön az űrhajó, akkor ugye két fő erő hat rá. Az egyik a fékező erő, ami a haladási iránnyal ellentétes, és a másik meg a felhajtó erő, ami meg fölfele húzza a kabint. Most nyilván ez sokkal kisebb, mint egy repcsinél, mert a repcsinél arra hajtunk, hogy a felhajtó erő megemelje. Itt egy pici felhajtó erő van, de azért ez jobb, tehát olyan mintha nem ejtenéd a követ, hanem valahogy dobod, de nem tudom, valami furcsa hasonlatot akarnak mondani, de nem az igazi. De az a vicc, hogy az, hogy milyen felhajtó erő van, azt elég trükkösen lehet például szabályozni, hogy az űrhajónak hova teszik a súlypontját. Már az Apollo űrhajónál kitalálták, emlékeztek az Apollo 13 filmben arra a jelenetre, amikor megkérik az űrhajósokat, hogy mindenféle csetreszt pakoljanak át. Ja, a balansz miatt, ugye? Balansz miatt, mert hogy úgy számoltunk, hogy hoztok haza egy adag holdkőzetminket. Igen. A filmben hülyeségeket mondanak, de a valóságban ez azért kellett, mert azt kell biztosítani, hogy a kabin tömegközéppontja az nem eshet egybe a geometriai középponttal, hanem kicsit el kell, hogy legyen tolva, mint a Kejfel Jancsinak. És ez garantálja, hogy nem így akar esni, hanem kicsit oldalazva akar esni, és akkor keletkezik valamekkora felhajtóerő, ami tehát egy fölfele ható erő. És hogyha az ember ügyesen állítja be a kabinszögét, meg a pályaívet, akkor elképzelhető, hogy ez a felhajtóerő ez olyan mértékű lesz ott pillanatnyilag, hogy szabályosan elő tudja idézni ezt a visszapattintó effektust, amit az Apollónál direkt igyekeztek baromira elkerülni. Mert akkor azt mondták, hogy mennyire szörnyű lenne, hogyha a visszatérési folyosót fölnál laposabb szögben érne a kabin, és akkor kipattannánk, és akkor jóig tudja, merre megy majd az űrhajó. Tehát éltek tőle, mert akkor még nem volt meg a számítástechnikai kapacitás ahhoz, mi ehhez kell. Igen, és akkor viszont most nem csinálták, ugye? Hát igen, viszont a szovjetek ugyanakkor megcsinálták, ez a vicc. Mert a szovjeteknek annyira nem volt más választásuk, és erről én korábban küldtem neked egy képet. Keresem, várjál, mindjárt szóval megvan. Jó, ezt ma szkenneltem be a Pakarjenyi Kaszmosza című könyvből, de az alsó részre, ha rá tud zoomolni, itt láthatod, hogy miről van szó. Tehát ugye ez a Szajuznak a Holdra készülő változata, amit ugye ember nélkül kipróbáltak, és ugye így, és akkor láthatjátok, hogy ott ahol a 4-es szám van, ugye az a visszapattonó pálya, és látható, hogy a pályaív az így beviszi szépen a pirossal jelölt Szovjetunió fölé a kabint, még egyszer ez 1968, míg a ballisztikus pályán az Indiai óceánba pottyanna le, amit ez a másik ív mutat, igen. Ami ugye nem lenne szerencsés, mert akkor azt ott ők nem annyira voltak jók haditengerészetben, mint az amerikai. Ma se. Na, de akkor, de ez a vicc, hogy amikor először jöttek vissza teknős békák a Holdról, a Zond 5-tel, akkor pont nem sikerült eltalálni ezt a visszapattintós játékot, és akkor pont úgy jött le a kabin, hogy az Indiai óceánba pottyant be. Össze tudták gyűjteni. Azért tudjátok, a Szajuzt elsősorban szárazföldi leszállásra tervezték. Tehát a Holdról visszajöttek a teknős békák, tehát ezek a teknősök voltak a legelső lények, akik jutottak a Holdra, és Hold köré, és visszajöttek. Wow. Na, szóval ők már, de látszik, hogy nekik se jött ugye mindig össze. Csak a szerencsétleneknek nagyon rossz helyen volt az országuk, és ők szárazföldi leszállásra akarták optimalizálni, ezért ők eleve ezt a visszapattintós bulit tervezték emberekkel is. Aha. Az amerikaiak mindmáig nem merték ezt kipróbálni. Most jött el az ideje. Azt mondják, hogy most már annyira bíznak a számítógépeikben, hogy most már 20 000, azt mondják, hogy most már 20 000-szer több a fedélzeti számítókapacitás, mint az Apollo idején, hogy lényegében azokat a pici szögváltoztatásokat, visszatérésre elleni, ahhoz kell, hogy pontosan olyan módon pattanjon vissza a kis kavics, ahogy kell. Igen. Azt már lehet útközben szabályozni, és ezzel ugye el lehet érni, hogy nem a csendes óceán közepére, hanem ahol mondtátok is, relatíve közel a parthoz, San Diego vagy Baja California közelébe letegyék a cuccot. Tehát akkor jól értem, hogy Amerika még ilyen visszatérési profilt nem használt a történelem során. Hát majd az mindjárt Apollo kijavítanak a srácok. Képes lett szerintem volna rá, de nem csinálták. Igen. Ugye mégsem, igen, pontosan a technológia miatt. Igen, tehát az, hogy, amit mondtam, hogy az Apollo sem ballisztikusan jött vissza, hanem siklott, tehát egy kicsit csinálták ezt, de ezt a visszapattanós dolgot, ezt nem. A kínaiak kipróbálták ugyanezt 2 éve, amikor a Chang'e hazahozta a holdkőzet mintát, mert ők ugyanúgy vannak, mint a szovjetek, hogy ők ugye belső Mongóliába akarják visszahozni a cuccokat, és ez megint túl északon van. Aha. Jaj, igen, ez az, amit küldtem neked, ugye? Itt van az, hogy hát sajnos persze ez is lábban, meg mérföldben van, de az arányokat jól érzékelteti, hogy ugye a zöld vonal az, ahogy az Apollo jött. Ugye itt kb. Ha jól számolom, ott, ahol elhajlik a vonal, az olyan 70 kilométer magas, tehát látod az, hogy ott befordul így majdnem vízszintesbe, az is az emiatt van, hogy azért ott is volt valami, amit úgy hívnak, hogy partial skip, tehát hogy részleges skip, tehát hogy nem ballisztikusan jött, hanem siklott valamelyest a kabin, és akkor látjuk, hogy ez arra volt elég, hogy hát az olyan, mit tudom én, 3500 mérföld, vagyis... nem akarlak nagyon félbeszakítani, de egyébként itt közben már a visszatérés folyamata megy. Ez a CM Race Burn, ez jól gondolom, hogy ez már az emelkedő fázis. Igen, ez a crew modul, tehát a CM az a crew modul. Igen. Szóval, igen. Most lőtték be azt a szöget, amiről előbb, amiki beszélt. Aha. És amúgy rettentően érdekes, mert ha belegondoltok, akkor most semmi más nem történik, mint hogy az a sebesség, amit egyrészt az indítás során, valamint majd, amit az Orion, fontosabban a második fokozat, még felépített sebesség, most ezt kell ledarálni valahogy. Ugye ez a sebesség, ez létezik, mozgásba került ez a jármű, és ahogy most tér vissza, most ezt kell teljesen lefölözni, ezt a fajta sebességet, ami tök érdekes. Egy dolgot akartam még egyébként ezzel kapcsolatban megmutatni, hogy azért itt nagyon látványosnak tűnik ám ez a ez a skidding, tehát ez a pattogás, de egyébként a valós élet egyébként ott jár az Orion, fantasztikus egyébként, hihetetlen, és tehát, hogy azért ez nem ennyire durva, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy hullámvasút, hogy megy le és fel, hanem azért ez egy picit, tehát nem picit, ez körülbelül így néz ki. Tehát a való életben, ha az arányokat néznénk, akkor ez minimális magasság. Tehát ez inkább viszintes haladás, nem? Mint hogy itt lemegy, tehát még elindul felfelé, meg utána megint zuhan. Tehát nincsen akkora durvaság, kevesebb, mint 4G6 a fedélzeten ülőkre. Ez azért, ez nagyjából annyi, vagy kevesebb, mint a nemzetközi űrállomásról való visszatéréskor történik. Hát ez az űrhajósoknak ez szinte semmi. Nézzétek! Látszik, ott az alul az a... Aha, azok városfények az lennének. A Föld. Ugye? Igen. Aha. Az ott az alsó harmadban, az bizony a Föld. Wow. Nem mondod. Hát igen, most már ennyire gyorsan halad ugye az Orion lassan. Hát amikor a Föld légkörébe belép, akkor 40 000 km/h fog haladni, szóval az nem túl lassú. És ugye folyamatosan növekszik a sebessége a gravitációs erő következtében. Fantasztikus. Igen, egyébként most nemrég léptük át az 1000 km-es magasságot, tehát most már drasztikusan csökken az űrhajónak a magassága. Egyébként szeretném jelezni, hogy körülbelül 2 hete készíti egyébként Miki ezt a nagyon high-tech modellt, amivel szemléltette a... Nem bírtam megállni. Nagyon látványos, és tényleg fantasztikusan jó. Hát ezt még a kisfiammal készítettük, még több évvel ezelőtt. De most előkotorta. A GPL-nek küldjétek el. Egyébként jó. Nagy Judit, remélem jól mondom a neved, láttam az előző adásunkban is, hogy a kisfiaddal nézel minket, meg itt is azt hiszem jelezted. Szervusz, látjuk egyébként, csak nem mindig van időnk jelezni. Egyébként mindenkit üdvözlünk a Space Junkie YouTube csatornán, aki velünk, úgy döntött, hogy velünk nézi ezt a neves eseményt. Itt voltunk az induláskor, tettünk ki útközben különböző felvételeket, videókat egyébként arról, hogy mit lehetett látni a küldetés során. Erről majd beszélünk, hogyha végre az óceán felszínén himbálózik az Orion űrhajó, de egyébként tényleg... Igen, de nagyon szépen köszönjük egyébként, hogy ennyien itt vagytok velünk, hogy ennyien részt vesztek a játékban, tényleg csak rettentően gyorsan, 2 pólót és egy bögrét fogunk kisorsolni az adás vége felé. Ehhez, hogy részt vegyetek, egyszeri szupercset felajánlást, bármilyen összegben tudtok nekünk felajánlani, vagy pedig csatornatagságra feliratkoztok bármilyen kategóriára, ha csak 1 hónapra is, teljesen mindegy, ezzel kvalifikáljátok magatokat a játékba, valamint, hogyha már a meglévő csatornatagságot upgrade-elitek, ez is egy módja, hogy részt vegyetek a játékban. Természetesen írjuk a neveteket is, az adás vége felé ezeket ki fogjuk sorsolni ígéretünkhöz híven. És akkor... most nézzétek meg a bal alsó sarokban, hogy milyen mértékben, vagy milyen ütemben növekszik a sebesség. Oké, mérföld per óra, de attól függetlenül azért ez, hogy ennyire pörög a számláló, azért az jelent valamit. Igen. Viszont ugye egyúttal párhuzamosan mennyire csökken ugye a magasság, amit az előbb a Bence említett. Igen, most nagyjából olyan 570 km-es magasságban. Ahol a kínai űrállomás kering nagyjából ott jár. Hát lassan ott ugye majd azt fogjuk látni, nagyjából. Az lesz a vicces, hogy ugye majd látni fogjuk, hogy aztán meg elkezd egy idő után majd növekedni a magasság, és csökkenni a sebesség, amikor a skipen túl leszünk. Ugye? És akkor ez nagyon érdekes lesz. Tehát várjatok, most akkor a skipen még nem vagyunk túl? Nem, még nem lépett bele egy körbe. Okay. Nem. Tehát az első belépés, amit mondtál, az első bemerülés, hát persze, akkor is jó, bocsánat, persze, hát 4G-s szakasz, és akkor utána repül, és akkor lényegében az a jó, hogy megint repül egy olyan pályán, ahol olyan magasan van, hogy lényegében elhanyagolható a légellenállás, és akkor még egy 5-6 ezer kilométerrel később lépve másodszor. Csak jelezném egyébként, ezt én tudom, csak én játszom el a néző szerepet. Világos. Természetesen a nemzetközi űrállomás magasságában leginkább nincsen légkör, ezt azért már még én is tudom, természetesen, úgyhogy igen, abszolút igazatok van. Tehát azért nagyon drasztikusan csökken ám a sebessége valóban, És nézzétek, ott van a kamerakép is. Na, azt mondta, hogy nő még. Igen, magasság. Most lépte át a nemzetközi űrállomás magasságát egyébként. Igen, most a magasság csökken, és a sebesség még nő, de aztán majd ez meg fog fordulni. Az lesz majd az izgi. De az még ugye odébb van. Azt tudjátok, hogy az első belépés az, L- hánykor lesz? Tehát a csobbanás előtt hány perccel van a skip, a nővár. Dávid, megnézed? Aha. Szerintem... Mintha azon rajta lett volna, csak azért kér... Persze, mert hogy az valami korábbi volt, mert kicsit tekergettek rajta, most mondtátok, hogy most más a leszállási hely is, meg minden, tehát volt némi finom hangolás a dologban. Keresem. Én úgy számolom, hogy annak olyan 10 perccel a csobbanás előtt kellene történnie, de ez csak ilyen educated guess. Pontosan. Igen, közben, hogy nézem, ez a baloldali két grafikon, ez már telemetry driven, tehát ez valós idejű. Igen, és ez azt mutatná, csak nem látom jól, de igen. És kameraképünk is van. Ó, de jó. Na, hát akkor ezt várjatok, tehát ezt a service modul belsejéből látjuk, vagy ezt a crew modulból látjuk? Szerintem ez már a crew modul, igen. Mert gyanúsan közel van a föld, szerintem a service modultól úgy elköszöntünk úgy örökre. Na, de akkor azok a piros vízfények, amik most is ott tükröződnek az ablakon, akkor azok a kabin belsejéből jönnek, csak visszaveredni. Igen, szerintem egyébként ez annak a kamerának a képe, amit az űrhajósok látnának, hogyha kinéznének az ablakon. Mert ugye kettő ilyen kisebb fölfele néző ablakocska van a kabinnak a belsejében. Ugye lehetséges, hogy innen fogjuk látni egyébként a plazmasávot is, amit fog maga után húzni. Hát ugye az a baj, hogy akkor a rádió nem jön át. Mert ugye az van, hogy a plazma az ugye szóródik rajta, a töltött részecskén szóródik a rádióhullám, és emiatt van a blackout. Tehát akkor pont amikor az izgi lenne a látvány, megnéznénk, hogy milyen egy villanykörte belsejében ülni. Ez hajtómű. Aha. Tehát amit most látunk, most az valószínűleg hajtómű. Szerintem ez már... Igen, bemerülés. Jó, oké, hiszek nektek, csak ilyet még sose láttam, mert a baloldali animáció szerint már ekkora plazmafarka van, de mégis jön róla az élőkép. Igen, ezt a Crew Dragonnál is szerintem úgy oldották meg, hogy nem a földről veszik a jeleit az űrhajónak, hanem a... Hát igen. Hát eddig volt. Jó, eddig volt. Jó, az elejét még láttuk, igen. Jeleznék mindenkinek, utána már nem CGI. Jön ki, tehát... Igen, nem jön ki a kabinból a rádiójel onnantól, ha már ez van körülötte, akkor sajnos nincs megoldás. Úgyhogy most igen, ez most tényleg CGI visszen kívül, de hát most mivel nincsen élő kamerakép, sem rádió, ezért valahogy legalább illusztrálják, vagy animálják, hogy mi történik, hogy mégis el tudjuk képzelni, de természetesen ahogy lesz újra élőkép, és befogják úgymond az Orient jel alapján, az akkor valószínűleg a NASA már a keresőhajókról már követi szépen. De a skip után megint lesz, tehát az a csoda. A skip után, igen. Most majd ki attan, és akkor elvileg megint megszűnik a plazmacsík. Igen, most nézzétek, meg most meg a csökkenésre pont akartam mondani, még most nagyon lelassult, most alig csökken a magasság, most éppen már 41 mérföld, de nagyon redukálódott a csökkenés, és hamarosan jön a visszapattanási szakasz. Teljesen hihetetlen. Igen, most van a kavicsunk a vízben. Igen, most ért a vízfelszínt, igen. Ez az első fázis. Houstonban meg csöndben. Igen, mindenki tök nyugodt egyébként. Igen, tehát nagyjából a 70 kilométeres magasságban van az első fő bemerülési pont. Így van. És aztán utána megint ki. Azt hiszem 100 kilométeres magasság fölé fog emelkedni, tehát én úgy olvastam. Hogyha Szabi azt vissza tudod tenni, azt a képet a 3 pályaival, arról leolvashatjuk lábban, de én nekem is az rémlik. Keresem. Egyébként valószínűleg azért a belső kamerákat majd úgymond később visszanyerjük. Na, tehát a földön az SD kártyákról szépen lenyerik az adatokat majd és a felvételeket, csak most élőben igen, nem tudjuk követni. Tehát látjátok? Az a kb. 330 000 lábig, tehát tényleg 100 kilométerig föllendül. Tehát ugye mi a leghosszabb pályaívet követjük most, a sötétkéket elvileg, a long skip entry-t. Wow. Az Apollo volt ehhez képest a zöld, tehát valaki beírta, hogy az Apollo is skippelt. Hát erre mondtam azt, hogy partial skip, igen, hogy igen, csúszott, de nem pattant vissza. Igen. Igen. Szóval ez csoda. Ez csoda izgalmas. Hihetetlen. Hihetetlen. Furcsa ezt látni action közben. Tehát, hogy konkrétan, hogy nem csak annyi, hogy belép, és akkor kész zuhan, mint amit eddig mindig szoktunk látni a crew missionöknél, ugye, ami a nemzetközi űrállomásról tér vissza. Ez egy teljesen más játék. Teljesen más játék. Meg hát azért azt nem felejtsük el, hogy egy személyszállításra alkalmas holdi űrhajó visszatérését követjük figyelemmel, tehát tényleg 1972 óta nem volt ilyenre példa, és akkor nem is valószínű, hogy ennyien követhették élőben figyelemmel, szóval azért egy kicsit így gondolkozzunk el, igen, egy pár másodpercig, hogy tényleg egy olyan űrhajó jön vissza, amivel majd hát pár év múlva talán emberek is repülhetnek. Először a hold köré, aztán a holdra is, és onnan vissza. Hihetetlen izgalmas. Igen, itt a nyugalomra írt a Bálint pont, hogy nem egy SpaceX Mission Control, ott már őrület lenne. Igen, ők egy kicsit más vérmérsékletűek. Ott általában már azért elszokott szabadulni ortélben a pokol, de hát igen, most ezek egyébként a várakozás percei, hiszen ugye most, ahogy említettük, nincsen élőkép, igen, hiszen olyan fázisban jár az űrhajó, hogy a rádiójelek azok nem érkeznek a Földre. Igen. Nem foghatóak a plazma miatt. Aztán annak el kéne múlnia már lassan, hát lassan, nem? Igen. Most nem akarom az ördögöt a falra festeni, de... Na jó, oké, várjuk. Vissza fog jönni. Amúgy nem, igen, tehát ti, amikor voltatok a Kennedy űrközpontban, megnéztétek már az űrben járt első Orion kabint, az Exploration Flight Test-ből, de azt direkt elküldték egy jó magas pályára, hogy onnan hozzák vissza, de nem csináltak vele skippet. Ezt egyébként nagyon jó, hogy mondod, mert erről egy nagyon picit beszéljünk már, tényleg csak egy pár perc erejéig, hogy ugye nem tudják szimulálni ezt a fajta sebességet csak akkor, hogyha a hold felől jön vissza. Mert hogy a föld körül való keringés, ez úgy néz ki, hogy egy bizonyos sebességgel keringesz a föld körül, akkor egy stabil keringési pályán vagy, keringési magasságban. Ha ettől növeled a sebességét, akkor nem csinálsz mást, mint elkezdesz távolodni a föld felől. Tehát ez nem csak annyi, hogy akkor teszteljük le itt a föld körüli pályán, hogy milyen az, amikor 40 000 km/h rongyol bele a föld légkörébe, mert nem lehet. Mert egyszerűen nem tudod anélkül növelni a sebességét, hogy ne hagyja el a föld vonzást. Igen. Így van. Tehát ez nem úgy működik, hogy akkor ugye lent tartjuk, mint egy repülőgépnél, hogy akkor ő picit lejjebb állnak gondolom a szárnyak terelőlapja, és akkor inkább orra lefelé, de nagyobb sebességgel. Lehet hülyeséget. De ott van. Kép. Aha. Na, hoppá. Jó. Ez az. Na, ilyet még nem láttatok. Plazmából kipattanó űrhajóról élőkép. Ez a skip után. Azért az jó. De komoly. És akkor most már következhet valóban a tényleges leszállási fázis, vagy ereszkedési fázis. Tehát itt lesz még egy plazma adag, ugye? Igen, tehát lesz még egy blackout, tehát rádió jelkiesési szakasz. Rádiócsend. Egy rádiócsend, igen, így szebben mondva, az nem tudom, hogy hány perc, de valószínűleg az is ilyen 4-5 perc lesz. És az is kezdődött. Ott is jön. Essék, itt is van. Ott erre egyébként az űrsikló visszatéréseknél láthattunk ilyen felvételeket, amikor elkezdődött ott is a plazma szakasz, mondjuk így. Ja. Ez két részletben jön a terror egyébként. Ugye van ez a 7 Minutes of Terror, ahogy Andrea is írja. És ez a Marsnál 7 perc. Igen, de itt most ez így el van osztva ez a terrorizálás egyébként elég keményen. Tehát két adagba kapjuk a terror. Kettészették, így van. Igen, ez főleg azért van, amit ugye Miki említett, hogy hogy a megfelelő leszállási zónába érjen az űrhajó, igen. Meg illetve, hogy az űrhajósokra ne egyszerre kerüljön ez nagy terhelés. Mm. Tehát itt, ahogy Szabi te is mondod, két részletbe kapnak 4G-s lassulást, és nem egyszerre, nem tudom, 6-7 vagy akár 8G-s lassulást, ami azért hosszabb ideig nem annyira kellemes az emberi szervezetnek. Igen, igen. Bár azt mondták a beszámoló, tehát az utolsó sajtótájékoztatón, hogy ez még bőven egyébként az emberi tűrőképesség határa van. Egyébként nézzétek, a BME is képviselteti magát ott a bal alsó sarokban. Ez egy fantasztikus dolog. Természetesen ez vicc, ez nem a Budapesti Műszaki Egyetem kontingense. Ennyit fizettek a reklámért. Igen. Nagyon figyeljetek csak, reklám. Hogy miközben ugye, akkor. Igen? Hogy hőpajzs, tehát akkor még egy kicsit emlegessük még ebben a pár percben, amíg aktuális, hogy most éppen a főhős ezekben a percekben a hőpajzs, ami ugyanabból az Afkót nevű ablatív anyagból készült amúgy, pont ez az, igen, amit ugye az Apollóhoz fejlesztette ki annak idején. Tehát ugye itt az az ötlet, hogy ezt a brutális hőt, ezt a 2800 fokos hőt, ezt úgy disszipálják el, vagy úgy vezessék el, hogy ezt az anyagot, amivel bevonják az egész cuccot, ez lényegében leég róla. Tehát ez nem olyan kerámia csempe, mint amit egyik másik fejlettebb űrhajónál vagy űrrepülőgépnél látunk. Ez ugyanaz az anyag, mint amit az Apollóhoz kifejlesztettek, és ugye ennek még van ez a plusz bevonata, amit most látsz, ez a szép. És akkor még annyi egyébként a fejlesztés, hogy az Apollónál egyébként az volt az őrület, amit egyébként Szabi, hogyha átslattyogsz bármelyik délután... Véget ért mindjárt a második blackout, úgyhogy arra vissza is fogom tenni az élő adást, ha lesz mit. Jó. Igen, mit tegyek be? Semmit, csak azt akartam mondani, hogy te ugye Londonban bármikor átslattyoghatsz megnézni az Apollo 10 visszatérő egységét, ami egyébként az az emberi... időről. Ugye? Az az emberi űrhajó, ami eddig a leggyorsabb sebességgel lépett be a légkörbe. Igen, az az Apollo 10. Igen, nagyon durva sebességrekord. És akkor megnézheted, hogy ugye ilyen mélysejt szerkezetből van ez a külső bevonat összerakva, ott ilyen 300 000 kicsi apró hatszöges darabból rakták össze az Apollót, kézzel. Na most ehhez képest ez az Orion, ez már fejlettebb, mert amit most láttok, az 200 darab ilyen nagyobb blokk. Hát ezt már tényleg ilyen csempékként rakták rá, de senkit ne tévesszem meg, ez nem a kerámia csempe, ez nem az, mint a Space Shuttle-nél, az ehhez nem lenne elég. Hanem ez ugyanez a leégő anyag, ez az ablatív anyag, és akkor ezt vitték fel ilyen szénszálas alapbőrre ezeket az izéket. Ezt egyébként a Lockheed Martintól, akit itt is láthattunk, aki elmesélte a fő heat shield designert, ezt a fickót úgy hívják, hogy Joe Bomba. Ugye? Bomba, igen, most borultam a nevén én is. Na, jó, szóval igen, és akkor most éppen ez a nagyjából 200 darab ilyen ablatív anyagból készült. Közben 7 percre vagyunk a csobbanástól, csak szólok. Ú, de jó. És akkor valaki elmesélheti, hogy jön ki a 11 ejtőernyő. Mert annyi van ezen elvileg, de őszintén szólva nekem nem jött ki, pedig láttam itt a NASA tévén valaki elvégezte itt ezt a komoly összeadást. Láttátok, hogy írtam egymás alatt számokat, és kijött, hogy 11. Jó sok, van 3 nagy főernyő, de ugye kihúzóernyőt kell együtt, mindenféle. Ez egy 11 ejtőernyőből álló brutális rendszer, aminek tökéletesen kell működnie a következő 7 percben. Igen, egyébként ezt kérdezte is valaki, hogy mit van, hogyha nem nyílnak az ejtőernyők, hát nyilván baj, így röviden, tömören, de hát ugye ezek először ugye, tehát eleve több fázisban nyílnak ki az ejtőernyők, ahogy említettem már Miki is, és közben már kezdik pásztázni az eget. Ott van, igen, van élő képünk. Na hát akkor keressük. Egyébként a 2014-es EFT teszt, igen. Az EFT1 teszt során, ami során ugye is erről beszéltünk a első közös műsorunk során, ugye egy Delta IV Heavy rakétával indították akkor az Orion, és a visszatérésnél egyébként tök jól tudták repülőről szerintem követni, tehát lehetett látni, mint egy kis kő. Wow. Ott van, nézzétek, élőadás. Élőkép. Aha, most még mindig van ám valami Igen, még a rázós résznek szerintem az a vége. Csak már nincs akkora plazma, gondolom, ami teljesen blokkolja a kapcsolatot. Igen, a rádiójeleket. Igen, már így mérséklődik mondjuk a pokol az űrhajón körül. Vagy lehet, hogy elkiabáltam. És még egyszer szeretnék egyébként tényleg, aki most kapcsolódott az élőadásunkba, a legjobbkor jöttetek, ugyanis már csak 7 percre sem vagyunk. Kérdése. Így van, hogy vizet érjen az Orion űrhajó csodálatos 25 napos küldetés után. És azért majd később egy picit fogunk arról beszélni, hogy itt igenis az egész küldetésnek a rákfenéje az indítóállás volt. És erről majd beszéltünk picit később bővebben, mert majd ezt bővebben kifejtjük, mert egyébként minden flottó ment, bárhogy is nézzük. A rakéta csodálatosan teljesített, az űrhajó csodálatosan teljesített, a kapcsolat, ugye erről mi is beszéltünk, de erről is fogunk beszélni majd, hogy ugye ez a jövőben ez egy nagyobb adatforgalmi kapcsolat lesz, tehát aha, nézzétek közben egy monitoron. Ó, ezek a képek eszméletlenek. Most képzeljétek el, hogyha majd ezen emberek fognak ülni 2 év múlva. Hát, van az 3 is, vagy még több. Hát nekem már ittől felfordul a gyomrom. Mindegy. Igen, ez... Hát igen, nem lehet egy kellemes. De egyébként írta valamelyik kommentelő, hogy ennél durvább az, amikor éppen a hajóról van élő közvetítés, mikor épp oda kapcsolnak, mert hogy már abba benne van egy instant tengeri betegség, ahogy itt a Portland edélzetéről. Tudod, itt mindjárt így oldalra dőlünk egy picit, némítva. Aha. Jó, vagy 11 ernyőt, szóval azért az para. Tehát igen, azt kezdtem el mondani, még csak gyorsan befejezem, hogy több fázisban fognak kinyílni az ejtőernyők. Először lesz egy ilyen úgynevezett stabilizáló vagy fékező ernyő, amik jóval kisebbek, mint a főernyők, de ezeknek pont, ahogy a nevéből is adódik, az a funkciója, hogy megfelelő sebességre már elassítsa, illetve stabilizálja az űrhajót, tehát lehetőleg ne így lebegjen mindenfelé. Egyébként bocsánat, átlépte a hangsebességet, tehát aláment. Amikor ez megtörténik, akkor ugye nyílik a 3 fő ejtőernyő, és akkor az már lényegesen lelassítja, nagyjából egy ilyen kb. 40 km/h fog a vízre szállni az űrhajó. Tehát az már egy ilyen elfogadható sebesség, nyilván majd az űrhajósok azért ezt is fogják érezni, de mégsem több 100 km/h, mert az amit nem lenne túl kellemes. Nos, a pápai Misi írja, hogy ő állandóan ellát minket nagyon fontos információkkal, 3 forward bay cover parachute, tehát 3 borító, mondjuk úgy. Igen, a forward bay ez a csoda modellemen mutatom, ami ugye az ejtőernyő fedél, ami lepattan, és annak a lehúzása. Annak van 3, akkor van 2 dróg, ez a kihúzó, 3 pilóta, elnyő, ez gondolom ez az irányító, irányításért, vagy stabilizálért lehet felelős, gondolom hát, én, és a 3 főernyő. És akkor így kijön a 11. Köszönjük szépen egyébként. És már 4 percen belül van. Foci csapatnyi Igen, és még csak annyi, a BME, az ugye, az a Biomedical Engineer, aki most konkrétan ott ül, ha egyáltalán ott ül, és hát csak drukkol a küldetésnek, de ez majd a következő Artemis 2 küldetésnél azért itt már lesz szerepe. Igen, hát most nyilván még személyzet nem tartózkodik az űrhajóban, de majd neki lesz az egyik legfontosabb szerepe ilyenkor, hogy az űrhajósok életjeleit folyamatosan... Hopp, kihúzó! És kinyílt a 2 fő közörnyő. Ez az. Ezek nagyjából akkor... Igen, ez az, amelyikből 2 van. Igen. Ez a 2-es, igen. Tehát már a 3 már lement. Tehát a borítást... A borítást, nem, úgy értem, hogy az első 3, ami a borítást lehúzza, ott van 2, így van, és akkor ezután jön, gondolom, a 3 főernyő. Hát igen, a 3 pilot, meg a 3 main. Így van. Így van. Ú, de jó. Most lenne jól látni egy kis telemetria adatot, hogy mondjuk milyen sebességre lassítják ezeket. Mindent nem lehet. Ezek 210 km/h sebességre lassítják a kabint, és tehát ennél a sebességnél tudják a főernyőket is kinyitni. Ez olyan 200-210 km/h. Legalábbis a hivatalos papírokban ez volt írva. Úgyhogy remélhetőleg így fognak teljesíteni az ejtőernyők. Most nem látunk olyan easter egg-eket, ugye, mint múltkor, hogy They're Mighty Things, meg ilyenek, amikor... Különböző kódolt jelek az ejtőernyő. Amúgy van kódolási feladat. A főernyők, igen. Hoppá! levágták. Ott van. És három főernyő. Ő a három főernyő valószínű. Aha. És szépen ilyen medúza szerűen kinyílnak majd, amikor ugye megfelelő sűrűségű lesz fel a levegő, tehát lényegében a légellenállás nyitja ki őket. Aha. És már szépen... Ezek 35 méter átmérőjűek. Azt nézzétek meg. Gyönyörű. Hát nincs benne kódolt minta, de ez egyen a legnagyobb baj. Vagy amerikai nyelven szólva, a háromnak a felülete annyi, hogy egy futballpályát letok. Igen. Jó látni, hogy ezek is egy kicsit szumóznak egymással, mert mindig egy kicsit, én nem tudom, én egy kicsit mindig kikerekedett szemekkel nézem amúgy, amikor a Dragon űrhajó jön vissza a 4 ejtőernyőjével, és akkor az ott úgy nagyon tudnak ám ott egymáshoz dörgölőzni, és az ugye mindig engem egy kicsit zavar, bár ez az én egyéni problémám, úgy gondolom. Egyébként ebben is hasonlít az Apollo az Orionhoz, vagy fordítva az Orion az Apollohoz, hogy három főernyője van. Artemishez? Igen, és az Apollo 15-nél emlékezhettek talán, vagy hát nem éltünk hát az akkor, Apollo-nak, de... Bocsánat, csak az Apollo-nak is három főernyője volt. Aha, ezt, ja, értem. Ebben hasonlít. Értem. Apollo 15-nél volt olyan, hogy a háromból csak 2 nyílt ki. De ennek ellenére simán lazán lecsobbant. Aha. Tehát azért van redundancia bőven. Ja. Ott van, hát azért ezek elég erősen. Ó, de király. Gyönyörű. És ne felejtsük el, hogy ott vannak a dózismérő bábuk egyébként, úgyhogy magyar kísérlet a fedélzeten veszi. Ezekről is kérdeztek egyébként a sajtótájékoztatón, hogy mikor lesz eredmény ezzel kapcsolatban, és hát azt mondták, hogy hetek, ugye, hát itt egy nap mire visszaér a kikötőbe, aztán nem is tudom hány nap, vagy talán egy hét, vagy 2 hét, nem is tudom mire Kennedy űrközpontba ér, ott ugye kiszerelik majd, gondolom ezeket a bábukat, kiemelik, és akkor elindul Magyarország felé, mert hogy ezt Magyarországon Strádi Antiék fogják kielemezni. Jó, ki is faggatjuk majd. Dózismérő nagyhatalom vagyunk, ne felejtjük. És hát persze a kommentelő társaság tekintélyes részének a neve is, ugye itt utazik a fedélzeten, ne felejtsük el. Igen. Bizony járták a holdat. Éppen jön vissza. Ja. Bizony. Vagy legalábbis a hold körüli pályát, de jó, olyan messzire jutottak, mint ahogy személyszállító űrhajó még sosem. De majd erről is beszélünk, hogyha megtörtént a vízreszállás, hiszen még egy laza 2 óra most azért van, amíg a hajóra emelik. Senki nem menjen sehová egyébként, sehova nem menjetek, mert rettentően sok érdekes dologról fogunk beszélni még itt az élőadásban, és tessék! Ugyanígy örültünk, amikor elindult. És ugyanúgy örülünk. Tudod, hirtelen egy blup. De reméljük azért a felszínen marad. A gázgrisszom effektus. Ja, azért a múltban voltak ám itt kemény dolgok. Hát volt már elsüllyedt űrkabin, de minden. Igen, a gázgrisszomnak a második űrugrása után? Igen, az Amerika második űrugrása. Vagy bocsánat, a gázgrisszom első űrugrása után, hát az óceán fenekén végezte a kabin, de szerencsére az űrhajóst még időben kihúzták. Jaj, de jó. És ott vannak felfújva a kis lufikák, látjátok? Már is. Vagy nem? Igen, talán ott piros színű. Szerintem most fújódik fel, nem? Ó, az most mint, hogy... Ja, is merül. Aha. Jó, igen, csak hullámzik. Ja, az azért van, mert hogyha, ugye van az a 2-es számú stabil helyzet, amikor fejjel lefelé ér be a kabin, és akkor úgy lehet fölhúzni, hogy fölfújják a lufit, és akkor a felhajtóerő miatt fölfordul. Igen. Tehát víz semmiképpen nem jut be, mert hát ugye az űr vákumából tért vissza, és hát tehát nem tud beszivárogni a víz. Mert akkor de hát valamivel fokozni kell a feszültséget. Igen. Kedves nézők, ha esetleg értékelitek az erőfeszítésünket, hogy tényleg itt együtt tudjuk nézni, egy lájkot hadd kérjünk, mert ezzel marhára tudjátok segíteni a munkánkat, hogy az analitika jól megtoljon minket, és egy kicsit több embernek jutassa el a hírünket, hogy mi egyébként Folyamatosan szoktunk rakétaindításokat közvetíteni, legyen ez Falcon 9, legyen ez ULA rakéta, legyen ez Ariane rakéta, legyen ez bármilyen Soyuz, tényleg szeretjük, imádjuk ezt csinálni. Így van, és mi ezt hobbiból, szeretetből csináljuk, és ezzel tudtok rettentően segíteni. Úgyhogy, please! És közben tessék, ott van, vizuális képünk van az Orion űrhajóról, ahol táncikál. Itt egyébként most az fog következni, hogy itt megy majd mindenféle ellenőrzés, szépen lesz a víz fölött és víz alatti egyébként kamerafelvételek, és 2 órát most el fognak masszatolni nagyjából. Egyébként oda fog érkezni majd gumicsónakokkal 1-2 csapat, és majd látni fogjátok, hogy egy kábelt kihúznak ebből a, tehát a USS Portland, ez egy anyahajó, ha jól tudom. Hát repülőgép hordozó. Repülőgép hordozó. Hivatalosan. Igen. Ja, igen. És ugye egy nagy kábel, egy hosszú kábelt kihúznak belőle, és majd bevontatják, hogyha minden rendben van vele, de mivel hogy ez egy demonstrációs tesztküldetés, ezért most nem az a lényeg, hogy akkor bum-bum tudjuk le, és akkor mehetünk haza, hanem alapvetően az a célja, hogy mindent leellenőrizzenek, hogy minden megfelelően a tervek szerint működik, nincsen semmilyen szivárgás, nincsen semmilyen gond, és ennek megfelelően járnak el most. Viszont nem tudom, hogy ez a... A fókuszálás az nem nagyon megy a kamera embernek egyáltalán. Hát meg tesztküldetés, meg nézzük el nekik. Nézzük el. Majd az Artemis 2-re már jobb lesz. El van nézve. Igen, egyébként látszik azért, hogy szépen folyamatosan közelednek a kabinhoz, vagy a kapszulához. De lehet, akkor ezért kell újra fókuszálni mindig. Persze, hogy nem, de azért ennyire nem szakítanak valószínűleg. Jaj, Istenem, hát ez hihetetlen. Na igen, és most van az a duma, hogy bezzeg a SpaceX-nél ott örjöngene az egész társaság az irányító központban. Mást se látnánk, mint egymást ölelgető és üvöltöző embertömegeket, de mindeközben Houstonban mi van? Hát ez... Igen, valószínű azért itt hatalmas kő esetleg most nagyon sok ember szívéről, tehát tegyük hozzá, hogy... Hát igen, azért ez az Artemis 1, ez nem volt egy egyszerű szülés, de sikerült. De nem bizony. Megszületett. Jól van, oké. Szerintem akkor ne is húzzuk az időt, és kezdjük el összefoglalni. Sőt, még mielőtt ezt megtennénk, én itt egy hatalmasan nagy felolvasásba kezdenék egyébként. Én nagyon gyorsan átfutnék a neveken, de tényleg... mivel hogy ez egy nagyon pörgős adás, és nem akarunk 10-15 percet csak a nevek és a felajánlásokkal tölteni, mert hát természetesen nem azért csatlakoztok hozzánk, és nem azért néztek minket, hanem érdekes információkért, ezért én ezt nagyon gyorsan le tudnám, hogyha nem probléma. Úgyhogy köszönjük szépen, az üzeneteket viszont természetesen és fel fogjuk közben olvasni. Az első mentőcsónak, bocsánat, már igen? Oda is ér lassan a közelébe. Igen, én nem látom. Vagy úgy, csak áthúzott előtte, de... Aha. Jó, oké, tehát akkor nagyon szépen köszönjük Ocska Ildikónak, Barát Istvánnak, Borbás Jánosnak, Schaffler Zoltánnak, Tóth Gergely, Sebők Zoltán, Kis Tamás, Mádi István, Gref Krisztián, Kassa Zsolt, az üzeneteket mindjárt beolvasom, mert vannak kérdések is. Tóth Péter, Szépe Mária, Somfalvi Nándor, Padawan, Gamma Man, Kemecsei Zoltán, Blue Lord, Balázs Mihály, Csobánci Imi, Fazekas Péter, Tóth Stefán, Mátyás, Leo, bocsánat, Mátyás, ez a Leo, ez a tagság, gondolom. Ja, igen. Ja, jó, oké. Igen. Igen. Akkor Kristóf Viktor, Razor Krisz, Tibai Győző, K. Róbert, Pócs Balázs, Padawan, még egyszer, Simonfi Gábor, Nacsa Béla, Feisthammer Dániel, 88 Crew, Pap Norbert, M. Tamás, Csikja Katalin, Bone, Andrea, Juhász András, Vég András, Hunmasin, Bluff 1987, Opauszki Henriett, Goldberg Péter, Kis Ferenc, Molnár Attila, Taj Kristóf, Kovács Krisztián, Timon, Koscsó Balázs, Szabó László, bocsánat, Cetnár Gergely, Csibó, Varanka Zoltán, Frank Attila, Hegedűs Máté, Gerop, Nekem 8, Miskó András, Talitató Krisztina, Hortobágyi Benedek, gondolom, A vége szerintem lemaradt. Kovács Ferenc, Lauronyec Tünde, Szűcsi Gábor és Vince Kristóf. És akkor vannak kérdések, azt mondja, hogy az Orion vagy bármelyik egyéb jelenleg az űrben lévő űrhajó le tudná szállni földi irányítás nélkül? Nem tudom, ki szeretne erre válaszolni? Hát attól függ, mit értünk földi irányítás alatt. Tehát, igen, én is ezzel gondolkoztam el. Tehát nem ülnek az űrközpontba, tehát joystickkal, és nem úgy irányítják az űrhajót. Ugye, tehát itt főleg, tehát az Orionnak a leszállási szekvenciája automata módon működik. Tehát nem hiszem, hogy piros gombokat nyomogatnak az űrközpontba, és akkor úgy halad ez a folyamat. Szerintem, hogyha például kiesne húzamosabb időre a rádiókapcsolat, és például nem tudnák az űrközpontból megfigyelni, hogy éppen mi zajlik, illetve milyen az adott sebességmagasság, tehát nem tudnak a telemetriai adatokat követni, tehát ettől függetlenül is képes lenne az Orion leszállni, hogyha erre vonatkozik a kérdés, de nekem nem teljesen tiszta. Valószínű erre. Földi irányítás alatt mit lehet érteni? Szerintem sikerül. Egyébként egy Seahawkot lehet látni, ahogy ott köröz az Orion fölött, és reméljük, hogy vitt magával egy kanarát, és nem sokára kapunk közelebbi képet. Akkor másik Blue Lord kérdése volt. Köszönet a rengeteg munkáját, amit a közösségért tesztek. Bocsánat, ez nem kérdés, ez csak egy üzenet. Aztán Balázs Mátyás írta egy csillagfotonokra. Károbert kérdezte, sziasztok, ha nehogy Isten valami meghibásodik, akkor az Artemis 2 és 3 csúszni fog, és megismétlik az Artemis 1-et. Olyanra gondolok, mint ami az űrhajósok testépségét veszélyeztetni. Hajrá, Space Junkie, köszönjük szépen. Jó kérdés. Nekem erről a kérdésről csak annyit jutott eszembe egyébként, hogy, hogy az életfenntartó rendszereket nem tesztelték le 100%-osan itt az Artemis 1 küldetésen. Tehát ezt nem tudom, hogy említettük-e egyébként az adásban. Nem említettük, de ez egy furcsa dolog is. Nem volt olyan légkörrel egyébként megtöltve az űrhajó, ami alkalmas lett volna arra, hogy űrhajósokat szállítson, tehát 100%-ban nitrogén volt az űrkabin belsejében, és csak a nitrogén ellátó rendszer volt működőképes állapotban az űrhajónak a fedélzetén, tehát az oxigén ellátó rendszer most nem volt működésben, de tehát ezt többen is kérdezték a NASA-t, illetve a NASA-nak képviselőit, hogy ezt miért így volt, és azt válaszolták, hogy nagyon nagy részben szinte teljesen identikusak a rendszerek, tehát a nitrogénellátó és az oxigénellátó, és az oxigénellátó rendszert külön tesztelték a Földön nagy intenzitással, úgyhogy bíznak abban, hogy ez az Artemis 2 küldetésre is jól fog működni. Érdekes, de hogy ennyire bíznak. De tényleg egy kicsit érdekes, hogy nem teszteltek le mindent 100%-osan. Így ehhez csak azt tenném hozzá, hogy valójában az Apollónak a rendszerét is annak idején úgy csinálták, hogy akkor volt élesben tesztelve először az életfenntartó rendszer, amikor fölmentek az Apolló 7-tel. Úgyhogy úgy látszik, ez egy ilyen szokás. Nem tudom miért. Ott csináltak egy teljes vákuumkamrában, ami ott van Houstonban, amiről az Őrs is beszélt. Tudjátok, ahol van az a marha nagy tesztkamra, ahol teljesen űr ezeket lehet csinálni. És ott volt egy 2 hetes repülés, mármint repülés, úgyhogy emberek is benne voltak az Apollóban, de nem mentek sehova. Érdegéltek űranalóg körülmények között, de az volt az egyetlen teszt. Tehát érdekes, hogy valamiért ilyen szempontból nem szoktak szívbajosak lenni, holott nekem is fura volt, hogy miért nem. Már ennyi mindent beleszereltek, miért nem csináltak egy teljes verziót. Igen, főleg úgy, hogy ugye tehát, hogy a 60-as évek názája az egy kicsit más a mostani názától, tehát ez ami a biztonsági kultúrát illeti, tehát igen. Most hát igen, konzervatívabb ebből a szempontból az amerikai űrhivatal. Anna ugye 30-valahány% volt az űrhajósok elhalálozási esélye, vagy valami ilyesmi szám, nem? Ha jól emlékszem. És most már 10 alá szeretné redukálni ezt a számot a NASA, de én sose értettem, hogy ezeket hogy számítják. Amúgy én se. Hát, hogy ezek ilyen dumák voltak. És valószínűleg hivatalosan akkor sem merte volna senki leírni, hogy 30%, még a legmercuribb években se. Legmercuribb évek. Halvány lila gőzöm sincs, hogy ezeket a számokat hogyan határozzák meg. Figyelj, hogy a Shuttle program elején is mondtak olyan baromságokat, hogy 10 000 repülésből egy, és akkor azt is kiszámolták valahogy, de az számomra azóta is ködös. Hát annó 400 000 ember, aki az Apollo programban dolgozott, valakinek ezt a munkát adták, hogy tessék, akkor próbálj meg valami statisztikát erre ráhúzni. Ja. Igen, hát látjuk, hogy azok a statisztikák aztán köszönő viszonyban se voltak a valósággal. Persze. Hát, hogy... Na jó. Hát ezt sehogy máshogy nem lehet megtudni, mint sok-sok repüléssel. Valaki sajnos. Egyébként szóljon már azoknak a gumicsónakosoknak, hogy jobbra kell menni, nem balra, nem elfelé, hanem visszafelé. Jó, akkor csak, hogy folytassam, Nacho Béla küldött üzenetet, elképzelhetetlen sebességű fejlődésre, köszönjük szépen. Egyébként Bence az adás elején, mikor mondtad, hogy elképzelhetetlen sebességgel jönnek be, azt valaki írta, hogy az űrgolyhókba azért sikerült az elképzelhetetlen sebességet reprezentálniuk, tehát az elképzelhető abban a filmben az elképzelhetetlen sebesség. Igen. És esetleg amíg még ilyen viszonylag sokan vannak, nem előzeteshezünk egy kicsit. De igen. Van nekünk egy meglepetésünk számotokra, mert aki egyébként nem tudná, mi Amerikában jártunk a nyáron, és elkészült az első végre trélerünk, vagy legalábbis az első olyan dolog, ami kézzelfogható, és ezt szerintem akkor bejátszuk nektek most, úgyhogy 3 percnyi Space Gentleman Amerika, nagyon reméljük, hogy tetszeni fog nektek, hajrá, 3 perc múlva visszatérünk. Mint Space Junkie csapat nagyon szeretnénk elmenni Floridába. Szerintem mondhatom mindenki nevében, hogy neked is hatalmas álmunk, igen, hogy elmenjünk. Biztos, hogy egy életre szóló kaland lenne. Ha már ennyire belefolyunk ebbe, és tényleg ennyire az életünk részévé válik ez az egész, hogy mindig közvetítünk, akkor egyszer az lenne az igazi, ha élőben is közvetíthetnénk. Talán ez lesz a legnagyobb eddigi utunk, hogy kalandunk együtt, és egyben az első is. Biztos vagyok benne, hogy ha egyszer ez megtörténik, akkor tényleg minden meg lenne örökítve, ami fontos, és tényleg úgy gondoljuk, hogy inspiráló lehet mondjuk a magyar emberek számára. Ilyen átfogó projektként talán mi vagyunk így az elsők a kis hazánkból, akik így kimennek és ismertetik majd az ottani helyzetet. Ezért is megyünk, hogy átadjuk azt az élményt, amit Floridában meg a Starbase-en majd tapasztalunk. Hát reméljük, hogy azt a rengeteg támogatást egyébként, amit kaptunk a nézőktől, azt meg tudjuk hálálni. Nos, hát reméljük, hogy tetszett nektek a kis előzetes, szívünk, lelkünk benne van, megmondom őszintén. és Bálint valami csodálatos munkát végzett egyébként ezzel kapcsolatban. És ez egy 4 részes kis sorozat, mini sorozat lesz, és remélhetőleg nektek is annyira fog tetszeni, mint amennyire lelkesen ezt csináltuk és próbáltuk nektek egy olyan sorozatot hozni, amiben tényleg a saját élményeinket próbáljuk visszaadni. Én úgy gondolom, hogy laikusként próbáltunk hozzáállni, természetesen szeretjük ezt a témát, de ettől függetlenül egyszerűen ott lenni, látni ezeket a dolgokat, ez őrület, és aki csak teheti, és valaha az Egyesült Államokba viszi az útja, esetleg Cape Canaveralbe, vagy Houston környékére, vagy esetleg a Starbase-re Dél-Texasban, menjetek el. Menjetek el, mert hihetetlen. Az, hogy láttunk 2 rakétaindítást, még csak annyi, az meg aztán teljes mértékben feltett egy nap alatt 2-t. Igen, és ugye azt is sokszor emlégettük, hogy 1967 óta nem fordult olyan elő, ami idén, nevezetesen, hogy egy naptári napon belül 2 rakétaindítás Cape Canaveralből, hát nekünk ez sikerült abszolválni, vagy legalábbis figyelemmel kísérni, tehát már ezért megérte, de az egész 2 hét miatt megérte, és pont, tehát amennyire lehet ezt vissza fogjuk adni ezeket az élményeket, de nem mindent lehet egész egyszerűen, mert ott kell lenni, és ezért is fontos Szabi, meg mi is sokszor, hogy egyszerűen aki teheti, menjen el és nézze, meg aki teheti és akit érdekel ez az egész téma, mert ez egyszerűen elképesztő, olyan látványtárol szemetek elé, amit bármilyen jó dokumentumfilm sem tud visszaadni, szóval mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogy a Kennedy űrközpont, de akár a Houstoni Johnson űrközpontban is látogasson el, mert mindenképp megéri. És a Kennedyben mindenképp az Exploration Tour, tehát mondjuk hogy a bővített változatot, a buszos túrát illetően kicsit többe kerül, de érdemes kifizetni, mert ott meg konkrétan az indítóállásokhoz oda visznek, szóval azért az sem mindennapi dolog, hogy mondjuk ilyen, mondjuk úgy, hogy hétköznapi emberek olyan helyszíneken járhatnak, ahol pár száz méterre szinte, ahonnan rakétákat indítanak így rendszeresen. Jaj. Na. Nekem vérlő sikerült a NASA élőadásba bekommentelni a Flickr képeket. Azt hittem, hogy a mi adásunkhoz sikerült, de nem. Úgyhogy nemzetközileg is megosztottuk magyarul. Na és akkor még tényleg még csak pár dolgot, hogy csak befejezzük. Bone 400 forintos felajánlására azt írta, hogy csak a póló miatt vagyunk itt, tudjuk. Akkor Hun Machine írta, hogy a Mars expedíciós beszélgetős élőadást terveztek-e? Nem tervezünk, de tervezhetünk. Közben megjelent Bill Nelson, a NASA adminisztrátora. Itt gondolom, igen? Szerintem az alkalmat, hogy elbúcsúzok, mert nekem sajnos este ennyi időm volt csak. Illetve még a cikket is meg kell írni az oldalra, hogy a te színfalak mögötti munkáról is szó essék. Úgyhogy egyébként tehát az elmúlt, nem tudom, mi ott vagyunk adásban, másfél-két órája. Aha, másfél. Hát alulról. Hát 1 óra 20 perc. Igen, tehát hihetetlen képeket láthatunk már magáról a visszatérésről is, és tényleg szeretném megköszönni azoknak, akik eddig velünk tartottatok, és még ne kapcsoljatok el, hanem kövessétek az űrhajó kimentését a srácokkal, illetve külön köszönet mindenkinek is, hogy megtisztelt azzal, hogy itt volt az adásban. Úgyhogy én további jó streamelést kívánok nektek. Köszönjük! Köszönjük, hogy itt voltál, hát egyértelmű, hát a sok-sok jó információt, a társaságod, hát egyértelmű, ez így vagyunk egy kemény mag csapat a Space Junkie-nál, és mindenképpen mindig jó, amikor itt tudsz lenni, tudjuk jól, ugye ezt kulisszák mögött is megbeszéljük, Bence középiskolás és érettségére készül, úgy tekintsetek rá egyébként, míg mi úgymond meglett emberek vagyunk, ő azért még keményen az iskola. Tehát ő a suli mellett szán erre időt, úgyhogy ez egy hatalmas áldozat, tudjuk jó, úgyhogy köszönjük, Bence, hogy itt voltál, és emelted az adás színvonalát, mint mindig. Jó, de nem menjetek sehova, folytatjuk, mert összefoglaljuk a küldetést egyébként. Nagyon szép felvételeket, mindjárt beteszem a Flickr fotókat, de akkor köszönjük még egyszer, Bence. Szia, Bence. Okay. Én köszönöm, sziasztok. Hello, várjál, én itt most egy olyat fogok csinálni, hogy én leveszem a képernyőt, képernyőről a képünket, és mindjárt, csak nekem ilyenkor van egy kis háttérmunkám. Jó, oké. Nelson bácsi különben közben a szokásos vehemenciájával nyilatkozik. Hát ő sem egy szívbajos ember, de hát mondjuk ilyenkorban miért is lenne, mármint hogy pörgős. Jogos. De hát nyilván egyébként most az őszinte öröm látszik az arcán, mert azért azt elmondhatja magáról, hogy az Artemis éra kezdetén volt, vagy még most is ő a NASA igazgató, és azért, hát azért, na, nem minden igazgatónak adatik ez meg. Hát ugye még a kongresszusban ráadásul ő volt az egyik SLS ügyi élharcos. Hát igen. Ugye? Mert hogy igen. Ugye a Nelson, ugye admirálisnak szoktuk magunkba hívni, de ugye ő igazából nem a Nelson admirális, ugye, aki a napóleoni háborúban volt, hanem hogy a Bill Nelson demokrata párti kongresszusi képviselő, aki ugye annak idején úgy ment föl az űrbe, tehát ő megjárta az űrt, a Bill Nelson, hogy a volt ugye a 80-as években még ment a Space Shuttle program, pont a Challenger katasztrofa előtti szakasz, amikor már az volt a szöveg, hogy most már boldog-boldogtalan felment az űrbe. Például miért ne vigyünk fel az amerikai törvényhozásból két embert? Egyszer fölvitték a republikánus Jake Garnt, tehát akkor már menjen egy demokrata is, felment Bill Nelson is, 1986. januárjában. Tehát kevesebb, mint egy hónappal a Challenger katasztrófa előtt, tehát a Challenger katasztrófa előtti utolsó űrrepülőgépes úton, ott találjuk a fedélzeten ezt a Bill Nelsont, és hát igen, szóval ő megjárta az űrt, és onnantól kezdve, vagy hát nyilván azelőtt is, ugye a NASA-nak egy nagy támogatója volt, és aztán amikor az Obama időkben ugye a George Bush-féle Constellation programot megszüntették, amiről annak idején itt sokat beszélgettünk ilyen korábbi adásunkban, amikor én is itt voltam nálatok, akkor ugye annak ellenére, hogy ő is demokrata párti, tehát Obamával egy pártba tartozik, de ennek ellenére ő azok közé tartozott, aki nyomatta, hogy de azért kellene egy bazi nagy rakéta. Most persze erről nagyon sokat lehet vitázni, meg is tettük. Ugye most már nem mondhatjuk, hogy az SLS az, aminek eddig hívtuk, hogy sose lesz semmi, de ugye... El lehet felejteni. Most már simán lehet sikeres. Most már simán lehet sikeres. Jó. Na igen, de az, hogy a mögötte látható makett által ábrázolt rakéta megvalósulhatott, abban ennek az embernek, aki ugye most a NASA elnöke, ennek nagy szerepe volt. Hogy ez jó-e vagy rossz-e, ez minden, majd hosszú távon kiderül, de most azért legalább azt elmondhatjuk, hogy végül is egy működő rendszert sikerült létrehozni. 100%-os repülés volt. Én nem tudok semmiféle hibáról. Ti biztos jobban tudtok. Semmi olyasmi nem történt, ami az én inger küszöbömet átlépte volna. Ami azért egy próbarepülésen. Apróság. De szerintem apróság, akkor... Legalábbis amiről tudunk. Okay, aztán persze nyilván, vagy nem nyilván, de lehetséges, hogy vannak olyan hibák, amiket a NASA nem nagyon hozott nyilvánosságra, de a lényeg, sokról beszéltek egyébként. Hogy tanulnak mindenből. Sok mindenről beszéltek egyébként az összefoglaló alatt, és... Ja, abszolút szerintem. Jó, hát de ugye erre mondják mindig egyébként a SpaceX-nél is, és teljesen jogos és releváns, hogy that's why we test. Tehát, hogy ezért tesztelnek, hogy a rejtett, vagy akár, hát főleg a rejtett hibák előjöjjenek, igen. Így van. Nos, akkor én azt mondom, hogy nézzük meg, hogy mi történt az adás alatt, és én kijegyzeteltem pár hibát, bár nem teljesen értettem mindent belőle, mert azért elég komplex problémák, de közben természetesen megy a mentés, és hát nem fogunk sehová elkapcsolni, miért is tennénk. Egyszerűen csak most átmegyünk akkor a küldetésen, és lássuk szerintem a legfontosabb pontokat, hogy mi történt a küldetés során, mert hát azért tényleg őrületesen szép dolgokat láthattunk. Tehát én beteszek itt egy animációt, ez egy ESA animáció, a European Space Agency, tehát az Európai Unió, bocsánat, nem az Európai Unió, hanem az Európai űrügynökség. Így van, lassan kinyögöm. Animációja, és ugye ez szépen próbálja összefoglalni, hogy történt ez az egész küldetés. Tehát nem tudom, Dávid, akarod vinni egyenlőre? Vagy elkezdeni, mondjuk így? Igen. Tehát most csak a visszatérés, vagy a teljes küldetés? Nem, a teljes küldetés, tehát jó, hogy alapvetően mi történt. Tehát mondjuk onnan, hogy elindultunk a hold felé. Jó, igen, tehát arról már sokszor beszéltünk, hogy ugye számos halasztást szenvedett el, már ez az, maga az indítás, meg hát az egész program is, de egy nagyon szép november 16-i napon végre úgy indultak el a názások annak a napnak, hogy az SLS is elindult. Ugye ez egy éjszakai indítás lett végül, amit nem szerettek volna, de végül így alakult, hogy úgy voltak vele, hogy most már induljon el. Nem olyan lesz, ami lesz alapon, de a lényeg, hogy november 16-án elstartolt az SLS, és amennyire már akkor lehetett az elsőleges visszajelzéseket már olvasni, teljesen abszolút rendben volt minden, és talán még a vártnál még inkább felül teljesítettek az RS-25 fő hajtóművek, ugye az SLS-nek a fő központi egységében, vagy első fokozatában. Mert hát ugye egyébként azt érdemes tudni, hogy ezek már korábban repültek különböző űrsiklókon, ezek a hajtóművek, ugye a legtöbb az ugye 12-szer volt már az űrben korábban, de ugye így ebben a formában és az SLS rendszerein belül még nem üzemeltek, úgyhogy a lényeg, hogy az indítás során teljesen szerencsére rendben zajlott minden, egyébként ezt is élőben közvetítettük, és ugye megfelelő alacsony földkörüli pályára állt az Orion, ugye hát végül is mondjuk úgy, hogy második fokozat, de inkább ez a szervizmodulnak köszönhetően, hiszen az SLS rakétának egyébként az egyik érdekesség és talán hiányossága is, hogy nem rendelkezik a hagyományos értelemben vett második fokozattal. Így ez az úgynevezett ICMS, tehát az Interim Cryogenic Propulsion Module, tehát ez a, mondjuk úgy, hogy jó, nevezzük második fokozatnak egyszerűsítve. Ez állította végül is megfelelő holdirányú pályára különböző hajtóműves korrekciók és gyorsítások segítségével az Oriont, illetve a szervizmodult, hiszen nem önmagában az Orion kapszula, ami most visszatért, nem ez keringett az űrben 25 napig, hanem volt mögötte egy szervizmodul, egy fő hajtóművel, illetve rengeteg különböző fúvókával és segédhajtóművel, amik a különböző pályakorrekciót hivatottak végrehajtani. Illetve ugye a 4 napelem tábla is megfelelően kinyílt, ami ugye elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy megfelelő energiaellátást biztosítson az űrhajó számára, illetve a folyamatos adatátvitel számára, de szerencsére minden rendszer megfelelően üzembe állt, és elindulhatott az Orion a hold irányába. És ha már is megnézem, 5 nappal később, tehát november 21-én hétfőn, állt először hold körüli pályára, először ekkor közelítette meg leginkább a hold felszínét egy olyan 128 km-es magasságra, és ekkor egy újabb hajtóműves manőver segítségével lényegében egy ilyen, hát mondjuk egy ilyen paritja manővert hajtott végre, ugye egyrészt a hold gravitációját felhasználva gyorsult elég nagy mértékben, illetve a hajtóműves manőver segítségével, ami egy ilyen 2,5 perces volt, és ezután át arra a távoli retrográd pályára, ami így kicsit lehet, hogy így eredetileg, vagy így előzetesen nagyon furán hangzik, de a lényeg, hogy úgy kell elképzelni, hogy a retrográd pálya az végül is a hold forgásával ellentétes, tehát a retrográd ezt jelenti, illetve a távoli hold körüli pálya az pedig azt jelenti, hogy egy elképesztően elnyújtott ellipszis alakú pályára állt, és ezért mondtuk már a mai adás során is, illetve ezért hangsúlyoztuk az indítás során is már, hogy ez lehetett, és azóta lett is már a legtávolabb jutó olyan űrhajó, vagy kapszula, ami emberek szállítására alkalmas. Tehát emberes jogosítványt szerző űrhajó még sosem járt annyira messze, még az Apollo 13 rekordját is megdöntötte, akik ugye megkerülték a holdat, hogy haza tudjanak jutni, de soha korábban olyan Apollo űrhajó sem, semmilyen más űrhajó nem jutott annyira távol, tehát ilyen nagyjából 430 000 kilométer volt végül is a legtávolabbi pontja a keringési pályának, ami a Földtől mért távolságot illeti. Tehát azért ez egy elég komoly teljesítmény. Ugye ez az egész hold körüli távoli elnyújtott pálya azért volt tesztelés alatt, hogy ugye majd egyszer a Lunar Gateway űrállomás is hasonló pályán fog keringeni, és ennek az a lényege, hogy annyira elnyújtott pálya, hogy lényegében sosincs a hold takarásában egyik jármű sem, és ezáltal azt teszi lehetővé, hogy folyamatos adatkapcsolat van a jármű és a földi irányítás között, tehát akár űrhajó, akár majd az űrállomás között, és lényegében ezt is tesztelték. És ez annyira elnyújtott pálya volt. Igen? Csak egy picit, csak beszélgessünk közben egy picit, mert csak, hogy ne csak menjünk végig az egészen. Ja, jó, persze. Érdekes, nagyon-nagyon-nagyon sok kommentet kaptunk azzal kapcsolatban, hogy milyen kameraképek vannak, hogy mennyire rossz minőségű képek, pláne a küldetés elején, amikor azért nem nagyon csordogáltam megfelelő mennyiségű adat a föld felé. Tehát láthatjátok jó, például van erről egy videónk egyébként az Orion szemei címmel. Ebben kifejezetten azzal foglalkoztunk, hogy ezeket a kamerákat bemutassuk nektek. Mint például ez volt az egyik leg, mondjuk népszerűbb, mondjuk így, kameraállás. Ez konkrétan, ott van, látjátok, mutatom, itt van egy ilyen kis fehér kis müty-müty. Ez egyébként egy GoPro kamera. Semmi más, ez ennek az a dolga, hogy nem tudom, hogy miért indult ez a videó el, de én ezt mindjárt lecserélem. Tehát ennek az a dolga, hogy különböző ilyen gyönyörű szép kameraállásokból vegyen mindent is. És ugye sokan kifogásolták, hogy hát miért ilyen kamerát tesznek rá, és hogy ennek semmi értelme nincsen. Alapvetően nem igaz. A célja az, hogy mindenféle szögből lehessen látni a járművet, hogy folyamatosan monitorozzák, hogy tehát milyen az egészségi állapota a kedves Orion úrnak, és minden rendben van-e. Plusz ugye, ahogy láthattátok, ezek tudnak forogni. Tehát 180 fokban át tudják fordítani ezeket a napelem paneleket, és emiatt még szebb dolgokat tudtak megörökíteni, mint például, ahogy egyre közelebb került a Holdhoz. Hát ez itt már szerintem a legtöbbjünknek itt leesett az álla, hogy konkrétan egy ilyen földfedés a Hold által megtörtént ebből a perspektívából. Persze sokan mondták, hogy de hát, hogy miért ekkora a Hold is, miért olyan kicsi a Föld is, hogy az Apollo felvételeken ez nem így nézett ki, hogy is ez kamu, kérem. Tehát olyan, mint, tehát hogy sajnos azt kellett, hogy észrevegyük, hogy sokan ugye nem értik, hogy működik a fényképezés, pláne az űrben, és ezért is jöttek ezek. Tegyük hozzá az adattovábbítás, tehát ezek konkrétan, amit látsz, ugye ez a livestreamből van. Igen. És nem véletlenül szakadt meg. Hát ez nem a teljes felbontása egyébként ezeknek a GoPro-knak sem. Persze. Hanem az, ugye? Igen. Tehát az adatátvitel volt a probléma. Tehát ezek megvannak 4K-ban egyébként az Orion fedélzetén, ezek a felvételek. És nézzétek, most lehet látni, ahogy szépen elkezd fordulni. Most nem tudom pontosan, hogy maga a napelem, de szerintem a napelem forog, mert látszik, hogy imbolyog az egész. Lehet látni, hogy egy picit így az egész kép megy jobbra-balra, jobbra-balra. És ugye sokszor, ezt is elmagyaráztuk ebbe a videóba az Orion szemei, hogy ez is azért van, mert ez a napelem táblákon van, és bármilyen korrekciós manőver van, ezek flexibilis dolgok, és szépen egy picit így belebeg, vagy beremeg, mondjuk így, és amíg az le nem csillapodik, addig ilyen remegés történik. Például. Plusz ugye ezeken nincsen giroszkóp, ugye? És ez nem úgy van, mint az ISS-nél, a nemzetközi űrállásnál, hogy mindig van egy föld felé néző oldala, meg egy űr felé néző oldala, és mondjuk, tehát így kering, tehát a föld körül. Nem, ez alapvetően nem így történik, hanem az űrhajó áll egy bizonyos pozícióba, és az úgy kering a bizonyos égitest körül. Tehát nem tartja ez az attitűdöt, ezt szépen hajtóművekkel korrekciózzák. Úgy ebben a pillanatban korrigálnom kell magamat, mert ugye láttuk, hogy lement a Föld, tehát akkor ebből is látszik, hogy valójában ez a videó nem a livestream volt, hanem az annál eggyel jobb változat, amit utána sugároztak. Abszolút jó dolgot mondtál, igen. Mert a livestream tényleg addig tartott, amíg a Földbe nem bújt a Hold magé. Mert hogy, ha fizikálisan a Hold blokkolja, akkor megszakad a livestream. De itt a példája, hogy ez mind rögzítve van, és valószínű, hogy ez már egy minőséggel magasabb videó felbontást eredményez. Így van. És ami nagyon fontos, amit nagyon kevesen hangsúlyoztak ki, hogy itt most a Hold túloldalát láthatjuk. Nincsen sötét oldala a Holdnak megvilágított oldala van, és ez mindig változik. Teli holdkor a felénk néző oldala van teljesen megvilágítva, új holdkor pedig teljes mértékben a túloldala. És itt már nagyon közel voltunk új holdhoz, és ez azt jelenti, hogy a hold túloldala van teljes mértékben megvilágítva, és ezt nagyon kevesen elfelejtették kiemelni, hogy ez mekkora királyság, hogy a hold túloldalát láthattuk soha élőben. Soha nem láttuk még élőben, igen. És tényleg az volt egyébként az elképesztő, amikor pont volt ez egyik ilyen, amikor volt egy ilyen földfogyatkozás, már itt nem ennél, hanem amikor már távolabbról néztük olyan perspektívából, amikor még kb. Soha volt élőkép, amikor ugye annyira eltávolodott már az űrhajó a holdtól, hogy kb. A látszó átmérője az majdnem, épp hogy csak egy kicsit volt nagyobb, mint a földé. És akkor is volt egy ilyen takarás. Tök jó volt azt élőben nézni, amúgy azt pont akkor Bence is ott kommenteltünk egymásnak a Facebookon, hogy de jó, most van a livestream, most bújik be a föld a hold mögé, és tényleg kísérteties volt nézni a livestreamet, és utána azt, hogy amikor eltűnt a föld a hold mögött, akkor tényleg megszűnt az adás. Igen. És ugye ez egy kicsit visszautal arra, amit a Dávid mondott, hogy ezek tényleg nagyon furák ezek a pályák. Ugye van az ez a távoli retrográd pálya, ez ugye, amint itt is láthatjuk a videóban, ez eltűnik. Itt van olyan, hogy a hold kitakarja a földet, viszont amint keringeni fog majd a Gateway, ami szintén egy nagyon fura pálya, de nem ez, amin az Artemis repül, hanem a Near Rectilinear Halo Orbit, amit a Capstone nevű pici űrszonda próbál ki a hold körüli pályán. Az viszont tényleg egy olyan különleges pálya, ami úgy kering, hogy ott sose lesz rádiócsend, mert olyan nagyon, ez egy óriási ötlet egyébként, csak most nem mennénk bele az égmechanikába. Csak közben vigat visual. Tehát azért összefoglaljuk a küldetést, de azért próbálunk nem elfeledkezni az élőadásról, mert hogy ott vannak a kis piros focilabdák egyébként, és ott himbálózik az Orion űrhajó. Igen, közben folytasd nyugodtan. Igen, tehát hogy ezt akartam mondani, hogy valóban itt ez egy olyan pálya, ez a Halo. Távoli retrográd pálya, hogy itt kitakarja a hold a földet, tehát az űrhajó közé be tud állni, és akkor nincs rádió. Viszont ahol lesz majd a Gateway, az viszont egy olyan pálya, ahol egyáltalán nem lesz ilyen takarás. Mert egészen csodálatos módon lényegében ez nem is csak a hold, hanem a föld-hold rendszer egy stabil pontjához van kötve, és emiatt olyan, hogy a pályasík a földhöz képest nézve nem fordul el. Tehát ez egy egészen csodálatos megfejtés. Ezeknek az idióta pályáknak a hátterében azért összességében mégiscsak az SLS-nek az emlegetett gyengesége áll. Hát azért mondjuk ki frankon, hogy a Saturn 5-tel ellentétben, ami amúgy többet tudott felemelni, mint az SLS-nek akár a még csak tervezett Block 2 változata. Az SLS az nem képes arra, hogy egy Orion tömegű űrhajót, még holdkomp nélkül is, alacsony hold körüli pályára lejuttasson, úgyhogy aztán azonnan még haza is jöjjön. Tehát ahhoz ugye pont a fékezés miatt, meg az onnan való hazajövetel miatt, ahhoz egy még nehezebb űrhajó kéne, amit egyszerűen az SLS, ami alacsony földkörüli pályára 95 tonnát tud állítani, de a hold felé már csak 21 néhány tonnát tud elvinni, és az egyszerűen ezt nem képes megoldani, és ezért kellett ilyen elképesztő trükkös pályákat kitalálni, amik ezeket a furcsa, de egymúgy gyönyörű felvételeket is eredményezik. Tehát az Apollo-ban ilyen nem volt, az Apollók lementek olyan alacsony hold körüli pályára, hogy 2 óra alatt megkerülték a holdat. Kb. Egyenlítői alacsony pályán. Ehhez képest itt meg ugye arról van szó, hogy tényleg akár ezen a pályán, amin ez volt, akár azon, amin a Gateway lesz, tényleg itt van, hogy hetekig tarthat egy kör. Tehát, hogy azért ez egy nagyon furcsa. Igen, ezt is még mondani akartam, hogy a felét tette meg szinte másfél hét alatt azt a távolságot. Tehát nem is tett meg egy teljes keringést, ha jól tudom, az Orion a hold körül, mármint ezt a távoli retrográd pályán. Mert egész egyszerűen annyi ideig tartott az egész, hogy esetleg, ha korábban el tud indulni mondjuk az SLS, akkor lehetnek volna olyan küldetések, hogy 40-valahány napig tart, akkor elképzelhető, hogy ezt egy teljes keringést meg tudott volna tenni ezen az elég furcsa pályán az Orion, de végül most ezért, mert csak 25 napos volt a küldetés, ezért végül csak egy ilyen fél távot tett meg a hold körül. Tettem mert be egy animációt egyébként. Igen. Hát nézzétek meg, hogy igen, tehát hogy nem az a fajta keringési pálya, amit az ember elgondolna, hogy akkor majd ott szépen igen. többször megkerülte, hanem utazott vele, és egy ilyen nagyon furcsa keringési pályát ír le. Itt láthatjátok, ugye itt állt hold körüli most pályára. Tartunk november 11-énél, ugye ott, ahol először nagyon megközelíti a holdat, utána eltávolodik, akkor is volt ugye egyrészt a Földtől legtávolabb, és most, ahogy ebben a pillanatban volt ez a pár napja lezajlott ismét hold körüli pályára állás, vagy holdi megközelítés, inkább úgymond ez a flyby, vagy powered flyby, ahogy hívták amerikaiul, ők, tehát így nevezték, ez egy újabb hajtóműves pályakorrekció volt, és ez állította lényegében a földi hazaútra már az Oriont. Én nekem egy korrekciót nagyon gyorsan be kell olvasok. Zsombor Gábor, köszönjük szépen egyébként folyamatosan a segítséget. Azt írja, hogy az ISS-t a Föld gravitációja stabilizálja, amire elfordítható lentkerekekkel segítenek rá. Tehát akkor ott alapvetően a Föld segít rá, de én úgy tudtam, hogy alapvetően a négy giroszkóp az oka, hogy ezt tudják az attitűdöt változtatni, és eleve az, hogy a Föld körül... Tehát, hogy megvan a Föld gravitációja, de a giroszkóp kell ahhoz, hogy az tényleg tartsa is azt az orientációt. Én legalábbis így tudtam. Én amúgy nem értem ezt a gravitációs dolgot, de biztos. Na mindegy. Hát, hogy igen, a négy giroszkóppal stabilizálják, ez így van, de hát amúgy szabad esésben van a Föld körüli pályán, tehát ilyen árapályerők azért egy ISS méretű objektumnál szerintem elhanyagolhatók, hogyha erre gondolunk. Nem, szerintem Gábor azt akarta mondani, hogy ugye a Föld gravitációja alapból így tartaná az ISS-t, de én úgy tudom, hogy nem. Hát ugye nem, hát ugye ez a tömeg középpontjának a mozgását határozza meg a pálya, de hát azon túl ő bugdácsolna, hogyha kikapcsolnád a giroszkópokat, mint bármilyen. Én is így tudtam. Mindegy. Lehet, hogy valami van, amiről meg én nem tudok. Mondjuk elképzelhető lenne, ha lenne egy baromi hosszú valami, mondjuk egy több kilométer hosszú objektum, akkor azt olyan módon tudná stabilizálni a Föld gravitációja, hogy ott már számottevő lehet az a forgatónyomaték, hogy az aljára erősebb gravitáció hat, mint a tetejére, és akkor az valahogy tudná stabilizálni. Voltak ilyen jellegű kísérletek, de szerintem az ISS az ahhoz pici. Aha. Szerintem, mert ugye az csak 100 méter hosszú, és ráadásul rossz irányban. Én már nem tudom, hogy mit higgyek. Na, hagyjuk az ISS-t inkább. Én úgy vagyok. Az Orionhoz. Igen. Akkor van itt nekünk egy ilyen videónk, mert hogy utána előtűnt ám a Föld a hold mögül, és ezt így produkálta, azt nézzétek meg. Ez pedig egy jó földkelte. És ez is jó minőségű felvételt, nem az a nagyon pixeles, nagyon darabos, de hát ez valami őrület crazy. És, tehát ezt megállítom ezt a videót, érdemes látni, hogy a hold kráterezettsége, a felszíne, ugye nem csak egy sima egyenes vonal, vagy egy kicsit görbe vonal, hanem látszik, hogy egy ilyen rugged surface, ahogy az angol mondja, tehát ez egy ilyen rücskös felszín, mert ugye a hold felszíne ilyen, ugye tele van kráterekkel, és ez gyönyörű szépen látható. Ezt ugyanúgy lehet látni napfogyatkozáskor, hogy ugye nem csak egy gyönyörű szép, mint a napnak a korongja, hanem egy ilyen teljesen cirádás valami, és hát ilyen gyönyörű képekkel ajándékoztak meg minket, közben néha vissza-vissza teszem az élő adást. Szóval fantasztikus. Egyszerűen tényleg ledobta az agyunk a láncot. Én, Dávid, akkor azt mondom, hogy folytassuk akkor a küldetést, viszont nekem el kellene lépjek egy pillanatra, úgyhogy én mindjárt vagyok, de szerintem akkor nézzük, hogy mi történt utána, és utána segítelek különböző képekkel. Jó, hát reméljük nem most kortlik meg ebben a pár percben a technika. Úgyhogy igen, tehát ott tartottunk, hogy ugye megtette ezt a fél keringési pályát végül is ugye a hold körül az Orion, és utána pedig megint elindult a hold felé, majd egy újabb ilyen hajtóműves pályakorrekció segítségével, vagy egy ilyen hajtóműves elhaladással megint csak nagyon megközelítette a hold felszínét, megint ilyen nagyjából 130 km-re, és ugye ezáltal ismét sebességet is nyert a jármű, és végül is ezután megint egy ilyen, hát egy ilyen 2 perc, 40 másodperc volt, azt hiszem ez a hajtóműves pályakorrekció, és ez irányította, vagy állította irányba a Föld felé az Oriont, és hát ugye a többi pedig már, ahogy szokták mondani, történelem, hiszen ott innentől kezdve már nem nagyon volt lényeges mondjuk történés, tehát szépen le kellett telnie az időnek, illetve el kellett fogyni a távolságnak, ami a Földtől volt ugye az Orion számára, és ugye most 18:40 perckor teljesen a mondjuk úgy, hogy menetrend szerint megérkezett az űrhajó. Ugye aki esetleg még nem, később csatlakozott be az adásba, ugye Miki tök jól elmagyaráztad ezt az egész jelenséget, vagy ezt az egész procedúrát, ahogy végig is visszatért a légkörbe az Orion, ezt inkább lehet, hogy egy ilyen összefoglalóként átadnám neked ezt a lehetőséget, hogy elmagyarázd, Léci, ezt a mondjuk úgy, hogy ezt a lepattanás és az ismételt légkörbe lépés. Jó, oké. Hát ugye egyébként igen, ez a lepattanás, ez a leggyorsabb és legeffektívebb módja annak, hogy mi történt. Aki lemaradt róla, itt a NASA azt játszottam, mint amit a vízen acsázó kavicsal szokás, hogyha az ember megfelelő irányban hajít egy megfelelő alakú követ, és a kő a megfelelő szögben éri el a vizet, akkor ugye az történik, hogy bizony visszapattan róla. Most a NASA eléggé el nem ítélhető módon azt a megoldást választotta, hogy ahelyett, hogy a csendes óceán kellős közepére lehozza egy úgynevezett ballisztikus, tehát szinte szabadesési pályán az űrhajót, szinte, mondom, ehhez képest azt a megoldást választja, hogy a légkörrel ugyanúgy kipattintja a légkörből az űrhajót, és aztán egyszer bemerül a légkörbe, annak rendje és módja szerint túlterhelés, kis plazma, de aztán az űrhajó csodálatosképpen kipattan a légkörből, és akkor újra följut egy olyan magasságba, ahol ugye már elhanyagolható a légellenállás, vagyis az űrhajó kb. Egy lényegében egy szabad esési pályán repül egészen addig, amíg újra néhány ezer kilométerrel arrébb újra bemerül a légkörbe, akkor már tényleg visszajön, kinyílt 11 ejtőernyő, és csobb. És ez történt. De most ebben az az érdekes, hogy hát ha csak a szovjet hold programot nem számítjuk, amiről ejtettem néhány szót, akkor ember szállítására tervezett űrhajóval ezt így még, főleg ilyen meggyőzően még nem próbálták ki, és ezt elvileg az Apollo is képes lett volna erre a 60-as, 70-es években erre a rendes kipattintásos visszatérésre. De hát ez egy nagyon finom számítástechnikai dolog, mert ugye ez egy ilyen, hát ha úgy szokták mondani, hogy egy hiperbolikus pont, de mondjuk úgy, hogy egy instabil pont ez, tehát nagyon kell ügyelni arra, hogy az ember milyen szögben és hogy pattan vissza, és hogy áll akkor a kabin, mert akkor a kis kitérések a visszapattanáskor akár több száz kilométeres csobbanási különbségeket okozhatnak, hogyha az ember nem számol elég pontosan. Vagy ami még ennél is rosszabb, aminél az Apollónál tartottak, olyat is eredményezhet, hogy olyan pályára csapódik vissza az űrhajó, hogy vissza se jut a földre, hanem tényleg végleg kipattan, mert hogy a kipattanó pályának a görbületi sugara nagyobb lenne, mint a föld sugara. És akkor ugye nem este. Szóval ugye 60-70-es években az amerikaiak legalábbis ezt nem merték bejátszani, hát most már itt vagyunk, és tűnik tökéletesen sikerült. Hát ez egy külön nagy bravúr volt ezen a repülésen, és hát ha minden igaz, ez annyira jól ment, hogy akkor 2 év múlva ugyanezt már emberekkel fogják kipróbálni. Ami egy nagyon jó dolog. Nem tudom, sikerült-e tovább menni a visszatérés, de bocsánat, a küldetéssel kapcsolatban? Igen, vagy egy kérdésre válaszoltatok? Vagy... Nem, ugye hát lényegében az történt, hogy Dávid elmondta a sztorit, és aztán neki kellett elmennie, úgyhogy pont a Skip Reentry-nél visszaadta nekem a szót. Úgyhogy itt igen, természet. Jelen pillanatban tartottam az ügyeletet. Mondhatnám, hogy a természet én vagyok, a természet nagy úr. Már ezért a rossz poénért érdemes volt itt maradni, kedves néző. Egyébként igen, hibák. Csak hogy közben azért emlegessünk egy pár hibát, mert volt egyébként. Na igen. Tehát pár RCS, tehát ilyen kis reakciós fuvóka, tehát amivel az orientációját tudják állítani az űrhajónak, meg valamilyen szinten módosítani az irányát. Ezek közül egy pár nem működött, tudomásom szerint. Aztán volt egy olyan probléma, aztán talán, ha jól értelmeztem, de lehet a kettő nem függ össze, volt energia, ez a power distribution, ez az energia szétosztó rendszer, vagy nem is tudom, erre van-e, biztos, hogy van szebb magyar szó. Segíts ki, Miki, ez a power distribution. Tehát ugye beérkezik a napelemek nekem jó, felől. Jó az energia szétosztó. Igen, nekem. És akkor az különböző rendszerek felé ez a külön egység, ez szépen kiadagolja. És történt egy olyan dolog, hogy jött egy parancs, ami elvileg jött egy parancs, amivel lekapcsolták ennek egy részét, és emiatt nem működött pár fúka, emiatt nem működött pár olyan viszonylag fontos dolog, aminek kellene, hogy működjön. És ugye ezt utólag meg tudták oldani különböző átkapcsolásokkal, de ami inkább a nagyobb probléma, az, hogy nem találták meg ezt a parancsot. Tehát, hogy végre hajtódott valami úgy, hogy látszólag semmi nem adta ki a parancsot. Tehát nem találják azt a parancsot, ami azt mondta, hogy na, te energiaellátó rendszer, te neked ez a részed, ez most álljon le. Nagyon szépen leegyszerűsítve. És ez egy olyasmi anomália, amit egyenlőre természetesen próbálnak ki. Energiaelosztó rendszer, köszönöm szépen, Gábor, és ezt próbálják most, vagy hát erre próbálnak majd rájönni, nem tudom, hogy azóta sikerült ebben előrelépést tenniük, de valami ilyesmi történt. Ez az egyik olyan dolog, amivel probléma volt. Egyébként semmi olyan kritikus dolog nem történt, amit showstopper lenne az angol szerint, tehát ami komoly eredménye, aminek komoly eredménye lett volna a küldetésre. Szerencsére mindent vagy át tudtak hidalni, vagy pedig egyszerűen majd ha vagy így visszatérés után majd természetesen megnézik, hogy mi lehetett az oka, és miért történt az, ami. Még én azt mondom, hogy tényleg csak pár percre időzzünk el, mert azért még voltak ám így gyönyörű felvételek. Egy pillanat. Még egyszer a nyereményjátékot gyorsan bemondjuk még? Persze, hát, mondd. Később jön. Mondd. Jó, csak mert egyrészt nyilván a mai téma miatt, de egyébként a nyereményjáték miatt is vagyunk olyan polokban, amikben vagyunk Szabival. Ugyanis egy rajtam látható, illetve a Szabi látható mintájú pólót fogunk kisorsolni, illetve... Nem, még mindig nem. Tehát a tiéd az eltűnt a webshopunkból. Ja, jó, igen, bocs, már kicsit fáradt vagyok. Tehát 2000-ből mutatom mindjárt. Igen, tehát két olyan Szabin látható mintájú pólót, természetesen a szint és méretet, illetve a fazont is majd a kedves nyertesek kiválaszthatják. Na lényeg, hogy két ilyen pólót fogunk kisorsolni, illetve egy bögrét. Erre háromféleképpen tudtok nevezni erre a nyereményjátékra, vagy bármilyen összegű szuperchat felajánlást küldtök nekünk, akár üzenettel, akár üzenet nélkül. Itt tudjátok eldönteni, mekkora összeggel szeretnétek minket támogatni, ha tehetitek pénzügyileg. Illetve van egy csatornatagsági programunk, ahol 5 különböző szint van, és hogyha ezek valamelyikére feliratkoztok, akkor ezzel is tudtok nevezni, illetve ha már meglévő tagságot upgrade-etek, tehát szintet léptek fölfelé, akár mennyit tetszésetek szerint, akkor ez a harmadik féleképpen való nevezési lehetőség, és az adás végén pedig egy ilyen teljesen nem csalás temámítás virtuális szerencsekerék formájában fogjuk kisorsolni a nyerteseket, akikkel majd később felveszünk a kapcsolatot, abban a formában, hogy majd írjatok nekünk, légy, de ezt majd akkor elmondjuk. A lényeg, hogy aki teheti, és természetesen egyrészt azért is, hogyha tetszik, amit csinálunk, és tehetitek, hogy pénzügyileg is támogatjátok a munkánkat, hogy akár önfenntartóvá váljon ez az egész közreműködés, vagy mondjuk úgy, hogy ökoszisztéma, akkor nagyon megköszönjük, hogyha bármekkora összeggel tudtok minket támogatni, akár egyszeri, akár pedig rendszeres felajánlásokkal. Úgyhogy nagyon köszönjük, de aki... történik. Elnézést. Csak még egy mondat, aki pedig nem teheti meg pénzügyileg a támogatást, annak is nagyon köszönjük, hogyha egy lájkkal már megtiszteltek minket, Illetve nagyon fontos, hogy ha valaki most az élőadásban nem kapott választ a kérdésére, mert szerencsére olyan sok van, hogy természetesen nem tudunk mindenre válaszolni, hiszen akkor holnap reggelig itt ülnénk, akkor nagyon szívesen várjuk és fogadjuk írásban is a kérdéseiteket a videó alatti komment szekcióban, tehát nem, ez az élő chat, ami most van az élőadásban, ez nem lesz elérhető többet, hogyha lezárjuk ezt az adást, hanem utána már a YouTube adott részénél, tehát a komment szekcióban tudjátok feltenni a kérdéseket, és várjuk is egyébként ezeket a kérdéseket, hiszen nagyon szívesen válaszolunk, ahogy időnk engedi írásban minden kérdésre, vagy ha egyszerűen csak tetszéseteket szeretnétek kinyilvánítani, azt is nagyon megköszönjük, hiszen az algoritmust ezzel etetjük jó értelemben, hogy később is tudja ajánlani azoknak az embereknek a videót, akik esetleg nem látták, tehát nagyon sokféleképpen tudtok minket passzívan is támogatni, úgyhogy nagyon köszönjük mindenkinek, és akkor befejeztem a mantrát. Tessenek rátenyerelni a like gombra. Finoman szólva. Tényleg nagyon szépen köszönjük, hogyha passzívan vagy aktívan segítitek a munkánkat. Jó, akkor én közben kiemeltem a chatben, meg egy kicsit bénáztam, de a chatben kiemeltem az Artemis egy küldetés Flickr oldalát. Itt szinte a küldetés összes eddig megosztott fotóját és videóját megtaláljátok. Szkeptikusoknak kifejezetten ajánlom. Azért, mert sokan hiányolják egyébként a jó minőségű felvételeket. Oké, tehát akkor ott tartottunk, én úgy gondolom, hogy nagyon szép fedéseket láttunk. Tényleg ennyi talán az egyedüli restancia, mielőtt elindítjuk hazafelé magát a járművet, jaj, nem oda kellett volna, ide, így. Szóval, volt egy olyan csodálatos dolog, hogy volt egy ilyen nagyon szép, ez már látszik, hogy sokkal távolabb van a Holdtól az Orion űrhajó, itt már majdnem akkora a Hold, mint a Föld, természetesen az életben tudjuk jó, hogy sokkal kisebb, de hát sok embernek ezt is nehéz volt megérteni, hogyha közelebb vagy a Holdhoz sokkal, mint a Földhöz, akkor hiába nagyobb a Föld, a Hold akkor is nagyobbnak fog látszani. Ez egy ilyen ellentmondásos valami. Ez ugyanaz, mint ahogy miért van napfogyatkozás, azért, mert a Hold és a nap aránya, illetve távolsága éppen 400-szor olyan messze van a nap, viszont 400-szor kisebb az átmérője. Jól mondom? Segíts ki, Miki, ha tévedek, de szerintem jól mondom. Nagyon jól van. És ebből csinált a space.com egy olyan videót, amin ezt így összevágták. Na most persze ez az imbolygás ott van, és hát természetesen nagyon sokan vannak megint csak úgy valahogy, itt nem vertek át, ti szemetek. Ilyen nincsen, hát ilyen nincs, de mégis van. És gyönyörű szép egyébként, hogyha túllépünk azon, hogy elfogadjuk a valóság tartalmát, azért ez egy gyönyörű dolog. Egyébként nézzétek, milyen szép felvételeket láthatunk már az Orion mentéséről. Ide én vissza fogok kapcsolgatni. Csak haladnak. És akkor ugye elindultunk a Holdtól visszafelé. Ugye? Mondd, Miki. Az, hogyha már így időred és orrában megyünk, talán egy elkezdésnyi szöveget megér az a 10 egyéb hasznos teher, ami volt ezen a repülésen. Hajrá! Ugye mit magával az SLS az Orion mellett 10 CubeSat-ot, amik baromi érdekes küldetések voltak. Az egyikkel nagy terveink voltak, vagyis nem is nekem, hanem Pál Andrisnak, aki a Szokolébresztő műsorban az egyik műsorvezető társam, aki a Piszkés tetői csillagdából akarta a rádió jeleit venni az egyiknek. Ez konkrétan az Omotenashi nevű japán szerkezet lett volna, ami természetesen egy idióta betűszó, de egyébként japánul azt valami olyasmit jelent a szó, hogy vendégszeretet. Egyébként az Omotenashi az egy betűszó, és meg nem mondom, hogy mit jelent, de majd mindjárt valaki bekommenteli, de a lényeg az, hogy az lett volna a repülésnek a célja, hogy tesztelje azt, hogy egy pici, tényleg egy 6 egységes CubeSat, tehát egy valami olyasmi, ami akkora, mint egy cipős doboz. Csak jelzem, gyönyörű szép felvételeket látunk. Igen? Elnézést. Igen. Az le tud-e esni a Holdra, úgyhogy túléli, és ehhez lett volna egy felfújható ballon körülötte, és abban pattogva egy kemény leszállást hajtott volna végre a Holdra, és olyan frekvencián adott volna, hogy akár földi rádióamatőrök is verték volna. Hát sajnos ezzel nem tudjuk, mi lett, mert bekrepált a rádióadó, Például van egy másik szonda, amit kiemelnék, ami viszont egy napvitorlás. Aminek az a feladata, hogy egy olyan CubeSat, hogy kinyit egy marha nagy napvitorlát, és lényegében a napszéllel elfújjatja magát egy földsúroló kisbolygó közelébe, ami a 2020 GE nevű, valószínűleg csak néhány méteres, vagy 10 méter körüli méretű darab, egy Apollo típusú, hívják ezt, de semmi köze az Apollo programhoz, tehát másról nem. A lényeg, hogy ez olyan kisbolygó, aminek a pályája metszi a Föld pályát amúgy, de azért nem kell tőle félni, mert azért nem jelenti azt, hogy egy időben vagyunk egy helyen. De a lényeg az, hogy egy ilyet meglátogat egy napvitorlás, meg vannak még csoda kis CubeSatok, tehát érdemes végignézni, most nyilván ennyi erről első körben elég, mert egy külön adást végig lehetne róluk dumálni, de csak ennyi, hogy igen, itt az Orion űrhajó repülése a habatortán, de egyébként 10 másik űreszköz is úton van azóta, és ezek közül van olyan, ami működik, hát sajnos ez az Omotenashi nevű japán csoda, az például pont nem. Igen, talán 6 működik a 10-ből, vagy 7, nem is tudom. Igen, én így tudom, hogy talán 7. Vagy fordítva, nem? Igen? Nem tudom. Nem tudom. Talán 7, én is úgy, hogy 6 vagy 7 működik talán. Igen, az biztos, nem az összes működik sajnos. Ez biztos, hogy nem az összes, ez tény, mert az Omotenashi az nagyon izgi lett volna, ha működik, de sajnos pont az nem működik. Én ahhoz az előbbi holdfedéshez egyébként, pontosan a földfedéshez, én találtam egy nagyon jó fotót a Twitteren, és hogy tehát nem vagyunk itt teljesen megszállottjai a trolloknak, nem erről van szó, mi ismeretterjesztő csatorna vagyunk, és mint olyan szeretnénk az ismeretterjesztésen felül olyan információkat adni a kedves nézőknek, hogy akik így ezáltal talán könnyebben megértik, hogy miért lehet úgy látni, ahogy. Láthattátok, hogy ugye bement először, mielőtt bement volna a földbolygónk a hold mögé, ugye az egyik, ez a felső, ez az Artemis Before Occultation, és alatta After Occultation, és sokan mondták, hogy ez mekkora kamu, mert hogy nem is forgott a bolygónk, már pedig az egy pár óra alatt azért tudám forogni egy keveset, tehát érzékelhető módon. És egy úriember, az Epic, azt hiszem ez egy földfeltérképező, vagy egy föld monitorozó műhold, nem tudom pontosan a kifejezését, de mint ahogy láthatjátok, földmegfigyelő, köszönöm szépen, nagy minőségű fotókat készít róla, és hát az idővel megegyező felvételeket készítettek, és azért lehet látni, hogy azért ezt a felül például ez a kis kék nyelv, egy ilyen kis, nem is tudom, mint egy ebihal, látható ugye felül mind a két felvételen, alul pedig hát lehet látni ezeket a fodrozódásokat. Tehát ugyanaz, tehát látszik, hogy mennyi? Hát 3 óra, jól számolom, nagyjából 2,5 óra eltelt, vagy 3,5 óra? Mindegy. 3,5. 3,5 óra, matekból sosem voltam jó. 3,5 óra eltelte után azért látszik, hogy fordultám az a bolygó. Ezt mindenki tudja, ezt csak a szkeptikusoknak szánjuk, hogy igenis ez ellenőrizhető egy nagyon pici kis utánajárással. És ugye elindultunk akkor, tudjuk jól, a Holdtól. Szerintem onnan folytassuk, mert egyrészt onnan is gyönyörű szép felvételeket kaptunk, másrészt ugye elindultunk hazafelé a dolgunk végeztével. Ja, bocsánat, de mielőtt pont emiatt szívrohamot kap valaki, mert ugye láthatóan más fázisban van a két, az Epicnek meg az Artemisnek a képe, miközben a felhők ugyanúgy állnak, igaz? Igen. Akkor megkérdezhetné valaki, hogy az Epic miért nem látja a Terminátort. És erre ugye az a válasz, hogy az Epic az egy polikromatikus műhold, ami azt jelenti, hogy többek között például infrában és hasonlóból is szerzi az adatokat. Ezt nem tudtam. Igazából. Ezt nem tudtam. Hát igen, mert ha megnézed, tényleg ugyanúgy állnak a felhők, csak azért kaphat a szívéhez az ember, mert hát oké, de akkor mi van az, hogy az Artemisnél éjszaka van, ott Afrika keleti részénél, például a fölsőképen az Epicnél meg nem. De nyugi. Igen. Minden rendben. Igen. Fú, megnyugtattál, mert pulzusom hirtelen felment. Egyébként nézzétek, ide fogják tenni az Orion űrhajót. Ez a kis fészek. Ez a bölcső, ahogy hívják. Bölcső. Az. Hát Cradle mégis az szó szerint bölcső, hát, de egyébként nevezhetjük fészeknek is, csak azt ugye a Dragon, Crew Dragon űrhajóknál szoktuk, ugye viccesen, hogy a sárkány visszatér a fészkébe, de mindegy, az a lényeg, hogy ez a tároló rész, vagy tároló maga, ahova majd szépen kiemelik az Orion űrhajót, és megfelelően stabilizálja is. És akkor elindultunk haza. Ami eleve ez is egy élő adás volt, és azért itt mindjárt mutatjuk, hogy milyen gyönyörű szép közeli felvételek, mert nagyon sokan ezt hiányoltátok, hogy hát könyörgöm, hol vannak azok a szép felvételek, de mielőtt ez megtörténik, tessenek ide koncentrálni nagyjából a Holdnak ezen a részére, mert hogy itt mindjárt kibukkan a földsarló. Megint csak egy, nem is tudom. Igen, tehát egy ilyen Carl Sagan szintű embernek kellene most itt köztünk élnie, aki nagyon szépen meg tudja fogalmazni ezeket a hihetetlen kozmikus képsorokat. Tehát valami fantasztikus, mindjárt előbújik, megígérem. Legalábbis remélem. Igen, szóval elindultunk. Mi történt akkor, Dávid? Igen, hát ugye nagyjából már ledaráltam, amíg nem voltál, de elmondhatjuk újra. Tehát, hogy ismét megközelítette ugye a Hold felszínét az űrhajó. Nagyjából olyan 130 km-es magasságban volt a legalacsonyabb pont, már vagy a legkisebb távolság akkor a felszínhez képest, és egy újabb pályakorrekciós manőverrel, egy újabb gyorsítással állt végül is arra a földirányú pályára, ami végül is hazarepítette. Hiszen nem úgy kell elképzelni, hogy egy nyíl egyenesen, hát nem tudok már beszélni, ment akár a Hold felé, vagy akár a Föld felé vissza az Orion, hanem ugye folyamatosan végül is azért egy hurkot írt le, ha úgy vesszük. Tehát az űrben semmi nem kering nyíl egyenesen, ezt azért érdemes hozzátenni, mindig valami körül kering, hiszen most is ebben a pillanatban is keringünk egyrészt a nap körül, meg hát ugye nyilván az egész galaxis is, minden ez csillagászat, nem kell belemenni. A lényeg, hogy folyamatosan ugye mindig mozog valamihez képest, és bizony végül is ezt a 130 km-es magasságot is elérve ismét elkezdett elindulni már a Holdtól, ugye az Orion, és végül ráállt arra a földirányú pályára, amit végül is hazahozta. Ez volt az elmúlt napok eseménye, de onnantól számítva, hogy ezt a Powered Flyby-t ismét elvégezte, tehát ezt a második elhaladást a Hold felszínéhez képest, legalacsonyabb távolságban. Innentől kezdve mondjuk, hogy kicsit eseménytelen volt már a küldetés hátralevő része, innentől már tényleg csak ki kellett várni, hogy hazaérjen az űrhajó, és ez ma megtörtént ma este. Ami hát fantasztikus dolog. Hát a képek meg a tényleg önmagukról beszélnek, tehát ezt így nem is lehet nagyon kommentálni, ez így tényleg ilyen jó értelemben no comment, tehát kommentár nélkül bőven elég nézni és csodálni ezeket a felvételeket, és tényleg csak már itt pont jött is egy kérdés én egymagamtól, hogy mikor lesznek ezek a nagyon, tehát a 4K-s felvételek közétéve, ez azért még egy idő, tehát egy hetek kérdése végül is. Én azért már ezzel bőven ki tudnék egyezni, tehát itt én most mutatok nektek olyan felvételeket, egyébként a kiemelt, tehát a chatben a kiemelt bejegyzés, ott van, hogy Artemis 1 Flickr, a küldetés blablabla, ott egy linket találtok, ott megtaláljátok az összes fotót. Tehát ha most nézzétek meg, ha én ebbe kicsit bele nagyítok, azért ez már eléggé rendben van. Akárki akármit mond. Azt hiszem itt volt az egyik kedvenc kráterem, amit talán amikor ez megtörtént, aznap volt egy, ugye a Starship fejleményekről szóló adásunk is, ott egy pillanatra érintettük, tehát azért nézzétek meg, azért ezek már elég komoly felvételek, bárhogyan is nézzük. Ez itt a Mons Rümker, itt van velünk Földvári István Zoltán, és légy szíves, ő amatőr csillagásztársam, és segíts nekem, ha minden igaz, én úgy tudom, hogy ez a Mons Rümker, bár nem vagyok benne biztos, ez a kráter itt alul, tehát őre gondolok, azért ebbe azért bele is lehet elég komolyan nagyítani, tehát ez már egy nagyon komoly felvétel a Hold felszínéről, tehát is ilyenből rengeteg lesz. Rengeteg lesz. Igen, ez a Mons Rümker. Igen, ez egy nagyon érdekes... És ott mellette az a Schröter völgy. Ez a gyönyörűség? Nem tudom, de az amatőr csillagász kollégánk mindjárt megírja remélhetőleg, mert ő sketchel, tehát ő megfigyeli a holdat. Ez az Aristarkos kráter. Igen, ez így van. Így van. De ott... Igen, a Mons Röntgen más, bocsánat, igen. De ez egy tökéletesen, tehát milyen szépen reprezentálja, ami látható a hold felszíne, ugye ezek láva folyások, és ez mind olyan volt, mint a hold túloldala, tele kráterekkel, és egyszerűen itt feltöltötte ezt a régiót teljesen, és ezek már ezek az apró kis kráterek, ezek mind friss kráterek. Nézzétek, ennek is például teljesen, ennek a kráternek csak is kizárólag a külső pereme maradt meg. Megint csak segíts majd ki, István, mert igen, Prince, igen, ő írja szépen, igen, Schröter, igen, tehát azért itt gyönyörű szép felvételeket, akkor a kedvencem a Kopernikus kráter, tehát ez egy 80-90 km átmérőjű kráter, tehát őrületes, és amit itt körülötte láttok, ez mindez az anyagkidobódás. Ezek ilyen látszik, hogy sugarasan így a krátertől elfelé mutatnak. Tehát azért vannak már szép felvételek, méghozzá nem is egy, nem is kettő. Úgyhogy higgyétek el, itt még olyan tűzijáték lesz, hogyha itt meg lesz nyitva egyébként ezeknek a felvételeknek a úgymond publikálása, és láthatjátok jól, van külön Flickr oldaluk erre, ahova folyamatosan osztják ezeket meg. Tehát, és hát ez is egy annyira önmagáért beszél az a felvétel, hogy őrületes. A háttérben a földdel, és millió egy ilyen van. Akkor ígértél nekünk egy Easter egg keresés, de ahhoz én megmutatom, hogy milyen felvételünk van. Szerinted ez jó, igen, Miki? Tökéletes, csak bele kell tudni zoomolgatni. Hát itt elmondom, mi van eddig, de egyébként, sikerül, amit én megtaláltam, de azért a Hive Mind-ot, vagyis itt a kommentelő hadaknak a kollektív agykapacitását szeretnénk igénybe venni, ugyanis persze a NASA PR-osai mindenféle cuccot elhelyeztek a kabin belsejében. Elmondom, mi van eddig meg nekem, de persze nyilván az internet népe valahol már megfejtette az összeset, úgyhogy aki akar, az elkeresett valami. De például nézd meg, hogyha rázumolsz ott a két felső ablak közötti furcsa fekete vonalakra. Aha, igen, az igen. Ugye? Az ott például egyértelmű, hogy azok morzajelek, hosszú-rövid, hosszú-rövid, szünet, rövid-rövid-rövid. Most, hogyha kiolvasod, akkor ez az, hogy Charlie. Eddig eljutottam, ide az van írva, hogy Charlie. Charlie, aha. Nem tudom, most majd ti megmondjátok, hogy ennek mi a jelentősége. Csak itt szép felvételek is jönnek. Ez én így kicsit DJ-skedek is, azért mutatom néha az ilyen szebb felvételeket. Még mindig, egyébként mennyire vagyunk? Tehát nagyjából egy óra telt el szerintem mióta. Már 3-4 óra múlva talán kiemelik. Aha. De egyébként pont jött is sok kérdés, egyébként jogosan, tehát hogy most mi történik, hogy miért nem emelik már ki. Mindjárt folytatjuk, Miki. Mindjárt. Ja, persze, hát ne vicceljetek, hát most jön az érdekes. Tehát néha csak így térünk vissza pár szóraig, hogy mi is történik most. Ugye most már több mint egy órája ugye leszállt az Orion, a csendes óceánra, és megközelítik ugye a mentőcsapatok a kapszulát, de ugye azért nem arról van szó, hogy oké, most akkor csak úgy emeljük ki a vízből, hanem azért mint tesztküldetés most is lényegében tesztelnek, pont azt, hogy bírják ugye a rendszerek, ugye akár vagy hát maga a kapszula vízben, ugye nyilván a stabilizációt is ellenőrizni kell, illetve a felszínen, illetve a vízfelszín alatt is különböző vizsgálatokat, vagy mondjuk úgy, hogy kísérleteket hajtanak végre. Na meg hát ugye azért ezeknél a járműveknél nem lehet csak úgy megközelíteni az embereknek rögtön, hiszen olyan mérgező anyagok kerülhetnek ki a segédhajtóművekből, amik ugye nyilván azért károsak az egészségre, és ebből kifolyólag tényleg mindig egy biztonsági időt kell hagyni, hogy először a levegőből, aztán pedig magából a vízből tudják majd analizálni, hogy minden megfelelően és megközelíthető-e a mentőcsapatok által maga a kapszula, és amikor így döntenek, akkor majd szépen már megközelítik jobban, és akkor végül a repülőgép hordozó felszínére, mi az? Fedélzetére emelik majd az Oriont. De ez azért idő, tehát nagyjából 2 óra egyébként, ugye azt beszéltük is az adás elején, nagyjából 2 óra lesz az idő, amíg ugye lényegében a leszállástól eltelik az idő, és a fedélzetre emelik, tehát azért még egy ilyen 3-4 óra hátra van addig. Szóval türelem, de ez is a teszt része sajnos most még. Türelem, tornaterem, ahogy egy nagyon okos ember mondotta volt. Besenyő M. István. Na, igen. Szóval... Igen. De Houstonban azért még nem mentek haza, becsületükre legyen mondva. Hát ott üldögélnek, igen. Üldögélnek. Pedig a legtöbbjüknek ezen a ponton már semmi dolguk. Igen. Ja. Jó, de amúgy tart a munkaidő, hát ez egy kora délután van Houston. Hát mondjuk vasárnap, mindegy. Oké. Mindenesetre mission accomplished, azért ezt már kivettük. Ez egy rettentően jó hír. Ez egy rettentően jó hír. Igen, akkor vadásszuk még egy kicsit tovább azokat az easter egg-eket? Mi van eddig, aztán majd lehet, hogy valaki tud segíteni a továbbiakban. Oké. Van kedvetek easter egg-et keresni. Tehát ez megvan, hogy ide valamiért az van írva, hogy Charlie. Most, igen, hogyha... tehát oda felülre. Igen. Tehát igen, még és egyszer... meg is mondja Bocz Bálint amúgy, hogy ez Charlie Lundqvist emlékére van. Igen, aki... igen, ezt én is olvastam valahol. Hogy... Na, ez tök jó. Várjatok, aha. Most, ami jó pofa még, ott a jobb szélső ablak közelébe, ha bezúmolsz. Igen. Ott, még lejjebb egy picit, látsz egy icipici cetlit, egészen ott a kép közepén, ahol az van, hogy CBAGF. Aha. És fölötte furcsa vonalak. Most ez némi időbe telt, de ugye az van, hogy ezek zenei hangok, mégpedig angol száz területről, amit mi úgy mondunk, hogy H, azt mondják ők, hogy B, tehát ez itt nem más, mint CHAGF, vagyis egy ilyen hangsor lefelé, a bigyók hossza, meg gondolom a hangok hosszát jelöli, tehát ha valaki ezt elénekli, akkor az jön ki, hogy da-da-da-da-da, ami nem más, mint a Fly Me to the Moon című jazz standardnek az első 5 hangja. Hatalmas. Úgyhogy ez is... Hatalmas. Na várjál, de most jön az, amit nem tudok, hogyha kizú... Ja igen, ott van egyrészt az a madár. Na azt mondjátok igen. Meg, ott látod, ami úgy néz ki, mint egy totem. Valami, várjál, nekem úgy néz ki, mintha valami... indián totem madár lenne, de egyáltalán nem a standard sas. Egyértelműen mondom, a Twitter iránti utálatuk szerintem jele. Azért na, piros, és figyelj. Azért más. Igen. Na figyelj, szóval ezt nem tudom. Aztán van egy olyan, még a jobboldali ülésnek a támláját, a NASA Worm logó mellett, ha megnézitek, ott van egy ilyen, ezek? Most igen, most lehet, hogy az is valami, fekete-fehér-fehér, fekete-fehér. Na most, aha. Hogyha ez bináris kód, hogy 1-0-0-1-0, akkor ez 18. De hogy annak mi a jelentő? De lehet, hogy nem az. És még egy dolog, valamit megtaláltam, és nem értem, hogy ott a átjáró ajtó mellett jobbra a falon, ott, ahol az ejtőernyő van, ugye, értitek? Ott van egy csomó szám. Hol? Nem, a Snoopy, ott van egyébként Snoopy. Igen, itt van Snoopy. Hát ott Snoopy, ismerjük, és akkor itt vannak számok. Snoopy megjárta a holdat. Igen. Hát nem az első útja volt amúgy. Az Apollo programban is nagy Snoopy kultusz volt, ugye az Apollo 10 holdkompját Snoopy-nak nevezték el. Az általad rendszeresen látogatott Apollo Command Module-t, meg Charlie Brownnak, aki a Snoopy gazdája, ugye, az Apollo 10. Na, viszont figyeljetek, itt vannak számok, 1.31, mi ez? 30, ha belezúmolsz, 34, 38. Mondom, 31, 32, 33, 34, 39 szerintem, 41, 45, 46, 47, 49. Most nekem, mivel hogy egyik szám sem nagyobb, mint 50, aha. Ezért én annyira béna ötletem volt, gondoltam, hogy ha ez az Egyesült Államok államait, hogyha ABC rendbe teszem, akkor ezek kiadnak valamit. Aha. És amikor úgy indult, hogy Alabama, az tök jó, mert figyelj, ugye az egy. Figyelj, jött egy megfejtés. 17 plusz 1, Apollo 17 volt plusz 1. Ja. Ami abszolút működőképes. Oké. Tehát ez a következő küldetés, de más a sorszámot. Én tudtam, hogy ezt ide kell bedobnom. Ezt tudtam, hogy itt gyűlnek össze a megfelelő emberek ahhoz, hogy ezt... Na, és akkor mondjatok valamit ezekre a számokra. Aha, tök jó. Ha ezek tényleg államok lennének, akkor ez Alabama, mármint névsorba rendezve, értitek, akkor Alabama, ott ott van Huntsville, tehát ez nyakig benne van az Orionban, New Mexico, ott volt az ejtőernyőteszt, New York, hát ott minden van, de aztán ilyenek jönnek, hogy North Carolina, North Dakota, Rhode Island, South Dakota, Vermont, Virginia, Washington, mármint az állam, és Wisconsin, hát ez azért már szerintem nem stimmel, úgyhogy valószínűleg ez az elméletem, hogy ez itt amerikai államokat kódolna névsorban, ez szerintem ez kapufa. De más ötletem eddig nem volt, de lehet, hogy ez nem is easter egg, érted? Lehet, hogy ezek csak úgy számok. Á, ne, biztos, hogy várd, oda csak úgy nem fognak felragazgatni számokat, valószínű. De mindjárt utána lesz. Őrs itt van. Na, akkor mondjuk azt is meg, hogy azért azt is tegyük hozzá, hogy emlegettétek a Deep Space Network-öt. És hogy azért vegyük észre, hogy itt jönnek le a kis videók, és itt az internet népe hőbörög, hogy milyen rossz az minőség, de azért vegyük észre, hogy az Artemis repülés alatt non-stop Artemis van a Deep Space Network-ön. Jött egy olyan, azt írja a Fobosz Péter, hogy USA és ISA államok számai. Mármint az a sok szám. Aha. Azt hogy kell érteni? Na jó, ezen még dolgozzunk, lehet, jó, mondjuk, jó lenne, ha valami... Fejtsd ki, Fobosz Péter, mire gondolsz. Igen. De jöhetnek egyébként, mert most már marhára, várjál. Én is azt hittem amúgy, hogy az Orion építésében résztvevő államok, gondoltam, csak mondjuk nem tudom, hogy Rhode Islandben mit csináltak az Orionon, de hát... Hívó számai, várjál, Egyesült Államok és az Európai űrügynökség tagállamai, Hollandia, Belgium, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Svájc, Ausztria, Svédország, Norvégia és Németország országhívó számai. Mert az egy Amerika. Asszus, igen. Úristen! Az úgy adja. Ne már! Jézusom! Na, akkor egy húsnapizás eltört. Azt a rohadt. Imádunk benneteket, de komolyan. Soha az életben nem jöttem volna rá. Mondom, hát itt zsenik járnak össze. Ja, Őrs is itt van. Ja. Ha már... Ja, és Őrs is itt van, igen. Nem csak azt akartam mesélni, hogy például, majd ezt ő megírhatja, hogy igaz-e, de én azt olvastam, hogy például a James Webb-eseknek is most várniuk kellett az adatokra egy csomó ideig, meg az összes naprendszerkutató szondának, mert amíg Artemis van, addig alig jött le adat, mert a Deep Space Network-ot gyakorlatilag teljesen kihasználta ez a repülés. Wow. Úgyhogy szerintem ők kifejezetten örülnek, hogy véget ért ez a 25 napos agyban. Szegény Webb próbálja küldni folyamatosan a szebbnél szebb felvételeket, a panelre a nagy disek meg másfelé. Na, hát ez franko. Én azért egy dolgot hozzátennék, ez a Callisto Tech System, ez egy fantasztikus dolog lesz ám, hogyha most mindenki képzelje el, hogy otthon Alexa, vagy Google, vagy éppen amilyen cuccot használ, ez a Alexa, kapcsolt fel a lámpát, Alexa, főzzél kávét, most csak mondtam hülyeséget, vagy add le a megrendelést a nem tudom milyen bevásárló központban, mert nekem kell tej föl, ez meg az meg amaz. Na, ugyanez a rendszer van, vagy tesztelték ott az Artemisen is, és ez már az Artemis 2 küldetésnél ez már egy működő dolog lesz, hogy alapvető funkciókat már így hangvezérléssel fognak tudni irányítani, ami tegyük hozzá. Szerintem itt most mindenkinek a kis szürke állományában azért ott az űrodüsszeia, az a hell, az így hirtelen, az így, vagy hal, inkább hell angolosan, azért az ott, hogy előjön. Hogy azért így ez a fajta kommunikáció most nem feltétlenül a negatív része, de azért, hogy ezt már milyen régen megálmodták, hogy ne gombokat nyomogassál, meg 2022-ben már érintő képernyőt nyomogatunk, hanem csak azt mondod, hogy oké, a belső... Még ott azért nem tartunk, de haladunk afelé. Fantasztikus. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. Na de akkor nézzük tovább az élő képet, mert igen, ez egy visszajátszás, mint ahogy láthatjuk. Ja, egy meglepetés, második űrhajó is leesik. Igazából két Orion haladt egymás mellett sokáig, és most jön a második. Jó, mit szóltok közben hozzá, amíg várunk? Én azt mondom, hogy lassan zárjuk le a szavazást. Nincsen szavazás. Zárjuk le lassan a játékot. Ugye 2 darab pólót fogunk ki sorsolni, valamint egy bögrét. És... aki még szeretné a következő, mondjuk úgy, hogy 10 percben, még nyugodtan szálljon be a megmaradott nézőink közül. Hogyha nem jön több, vagy ami addig jön felajánlás, esetleg vagy részvételi szándék, megint csak mit kell ezt csinálni? egy tetszőleges összegű felajánlás a szuperchatben, vagy pedig fel kell iratkozni csatorna tagnak bármilyen tetszőleges kategóriába, vagy pedig upgrade-elni a már meglévő csatorna tagságotokat. Tehát várunk 10 percet, indítom az órát, emelem a búrát, és ahogy a régi műsorban ez, régebbi motorosoknak ez szerintem megvan, és Rózsa Gyuri bácsitól, az, ha jól emlékszem, ő nyomta, és utána kisorsoljuk akkor ezt a két pólót és a bögrét, és azért még természetesen megvárjuk, míg be fogják vontatni magát az Orion kapszulát, és tehát addig mindenféleképpen maradunk, tehát az igazi hardcore, kemény mag, ami még mindig 1000 fölötti nézőszám, ne menjetek sehová, akit érdekel természetesen, mert még mi maradunk bőven. Közben megvan a madár is, na, Csák András. Mit csicseregtek, mondd? Azt csicsergik, hogy ez egy red cardinal, ez mi az, kardinális pinty, vagy mi az magyarul? Én tényleg nem. Madárban minden nyelven rossz vagyok. Cardinal. Ez egy fajta madár, szerint nekem van egy olyan érzésem. Hát biztos. De valahogy állítólag a NASA azt mondja, hogy ez a Mark Geyer nevű programmenedzsernek egy tisztelgés, akinek nem tudom, ez volt a kedvenc madara? Vagy nem tudom. Hát, nekem bíborost ír a kardinára. De az persze, de igen, ez a vörös kardinális pinty, ez a becses nevernek a jószágnak. Uh-huh. Igen, én is ezt tippeltem, de hát meg nem mondtam volna egy ránézésre. Na jó, szóval hát akkor ezek szerint lehet, ezt hogy vannak még easter-eggek. Ezt beolvastad, tehát Hilbert Péternek az ikon maggáért, ezt olvastad be? Bocs, már nem figyeltem. Részintig, de igen, meg egy korábbi verziót, nem, ez egy újabb adat már. Aha. De azt még nem, úgyhogy azt olvast be. Péter, az ikon Mark Geyer, az Orion korábbi programvezetője és a Johnson Space Center igazgatója, és a St. Louis Cardinals baseball csapat szurkolója 2021-ben halt meg. Ezt sose fejtettem. Kardinális pintja, ha nagyon szépen köszönjük. Igen, Kővág Angela, rá mindenképpen számítottam ennek a megfejtésében, mert ő is nagyon-nagyon nagy tudással rendelkezik az állatvilággal kapcsolatban, úgyhogy köszönjük szépen. Igen, mennyivel poénabb ezt így, mint mondjuk meggooglizni. Mondjuk végül is így is googlizás volt, de így kollektíven. Hát én valamin googliztam, ha már van, akkor használjuk. Fejtsétik ki egyébként, miért furcsa a hangom? Erre több információt szeretnék kapni. Jó kérdés. Dr. Professzor kérdezi, hogy vajon Alexa, ez esetben Callisto, mennyire mélyen fér hozzá a rendszerekhez, nem okozhatta a Power Modul kósza parancsát, nem tudjuk egyébként. Ez is egy lehetőség, de valószínű, hogy nem engednek azért nagyon mély hozzáférést a rendszer szintű parancsokhoz, vagy az irányításhoz jelenleg. Nem tudom, hogy tehát a jövőben mindenféleképpen előnyösebb lesz, hogyha nem valakinek kell nyomogatni a dolgokat és számolgatni, hanem már előre kalkulált dolgokkal kell, és csak parancsot kell úgymond kiadni szóban. Aztán persze majd, igen, majd lehet majd veszekedni, hogy most a parancsnok azt mondja, hogy menjünk, de közben nem tudom, a pilóta azt mondja, hogy ne arra menjünk, aztán elkezdenek veszekedni, aztán az egyik kizárja a másikat a rend. Most egy jövőbeli sci-fi film forgatókönyvét vázoltam fel nektek. Elképzelhető, hogy ez hasonló már történt a múltban. Wow. Úgyhogy jó. Oké, akkor várjál, 07. Még 7 perc van a lezárásig. Adasztrának mindig ki kell emeljük a hihetetlen nagyvonalú támogatását. Adasztra, ő az, aki esetleg nem ismerné, ő az, aki nagyon nagyban segített nekünk az amerikai útunk során, és egyszerűen nem tudunk elég hálásak lenni. Természetesen mindenkinek, aki a mai nap játékos kedvébe volt, és részt vett ebben az egész játékban, amivel természetesen folyamatosan a mi munkánkat tudjátok segíteni. Azt, hogy ezt egy szép nap tényleg full-time-ban tudjuk csinálni, de az, hogy tényleg $100 felajánlást nagyon-nagyon szépen köszönjük, Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nem lehet szavakkal leírni. Volt egy elég magas támogatás még, igen, 50 euró. Igen. Csak azt még azért emeljük ki, mert az sem mindennapos, hogy valaki ekkora összeggel tud támogatni. Igen, minket, és mindjárt meg is mondom, talán, hogy ki volt. Jelezd azért kérlek, mert elfelejtettem vettem, jaj, pedig mindegy, nem kellett volna. Hát ezért írtam ki a kis puskánkba az összegeket is. Igen, amit én közben kitöröltem, mert hát ugye a... Nemes egyszerűséggel nem baj, majd megbeszéljük. Azért töröltem ki, mert igen, mert így kell ez a beillesztéshez, sajnos. De egyébként Adasztra írta, hogy fantasztikus közvetítés, köszönjük a sorsolást, feladom másnak. Oké, tehát hogyha rádesik a választás, akkor újra fogunk sorsolni. Köszönjük szépen. Jó, közben egyébként megy folyamatosan a mentés, valószínű most történnek a víz alatti fotózások és mindenféle mérés, hogy minden rendben van. Oké. Nehogy bekapcsolja a Kalisztó a térhajtóműveket. Igen, itt kattantunk le a beszélgetés folyamára. Igen, ez egy jó kérdés. Én mindenképpen abszolút látom benne az előtt. Amúgy Fekete Kavics is nagyon magas támogatási összeggel ajándékozott minket, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Egyébként mindenki, aki csatornatag vagy Patreonon támogat minket, nagyon szépen köszönjük. Aki csatornatag például, azoknak szeretnénk jelezni, hogy egyrészt nagy felbontású fotókat teszünk közé, próbálunk hétről hétre a Starbase telepről, amit szintén csatornatámogatóként ti elérhettek, amiket egyébként a hétfői Starship fejlesztésekkel kapcsolatos műsorokban meg is szoktunk mutogatni, valamint ugye a dokumentumfilmünk, hogyha szépen jön majd ki, akkor természetesen korai hozzáférést fogunk biztosítani egy-két nappal a hivatalos megjelenés előtt. Próbálunk minél több ilyen speciális tartalmat, tehát minden, amit veletek megosztunk, próbálunk minden nézőnkkel és feliratkozónkkal megosztani, de ez egyfajta early access, tehát egy ilyen korai hozzáférés ezekhez a tartalmakhoz, mert hiszünk abba, hogy az információ mindenki, és ez nem pénzhez kötött, ez mindenkinek alanyi joga, ezért is csináljuk lelkiismeretesen ezt a fajta műsort. Jó, közben még van 4 perc, és akkor utána lezárjuk a játékot. Kovács Krisztián volt egyébként az 50 eurós felajánló, csak hogy kerestük a nevét, de megvan, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, igen. De természetesen mindenkinek köszönjük, aki bármekkora összeggel támogatott minket, csak őket így külön kiemeltük, mert azért ezek nagyon-nagyon nagy és nagyon, hogy mondjam, nagy lelkű felajánlások, igen. Kicsit már nehezen jönnek a nyelvemre a szavak, bocsánat, már egy ideje fönn vagyok. Nem mennek a sustorbós szavak. Igen. Alig, hanem az Orionra is igaz az, amit egyébként a Gemini óta mondanak az amerikai űrhajókra, hogy ezek nagyon jó űrhajók, de borzasztó rossz hajók, vagy csónakok. Tehát ha látjátok, hogy imbolyog, azért... Hányás esélyes, azért gondolom, ott az űrhajósoknak, hát igen, bár azért ők biztos többet kibírnak. Meg hát amikor már személyzet lesz a kabinokban, vagy kabinban, akkor már nem fogják 2 órát majd itt úszkálni őket, hagyni, szóval akkor előbb megy a mentés, sőt azt hiszem van is valami protokoll, például a SpaceX-nek ugye, ha jól emlékszem, 3,5 óra alatt kell kiemelni a vízbe érkezéstől, vagy vízre érkezéstől számítva a hajóra, az adott mentőhajóra a kapszulát, pont azért, hogy minél rövidebb ideig kelljen ezt a körülményt ugye elviselniük az űrhajósoknak, tehát erre azért vannak külön protokollok, hogy emberes küldetéseknél hogy és miként kell az adott űrhajót megközelíteni, kiemelni, stb. Ezt a kiemelést amúgy még a kisfilm is lerajzolta előre Paint-ben, tehát úgyhogy annyira lelkes, tök jól látni ezt, hogy milyen, ennyire lelkesek ezek a pici gyerekek. Ugye itt is hallottuk a kommentelőktől, hogy volt, aki ilyen 5-6, volt, aki azt hitt, hogy 2 éves gyerekkel együtt nézték. Igen. Tehát, hogy ez marha jó, mert ez nekik tényleg esélyes, hogy ezek ilyen generációs élmények lesznek. Abszolút. Ez egy hihetetlen... Tehát most képzeljétek el, hogy nekünk semmilyen nem volt az életünkben. Persze voltak űrsiklóindítások, űrrepülőgépindítások, de azért az mégsem ugyanaz, mint amikor a Holdhoz caflatunk, bárhogyan is nézzük. És azért ez egy fantasztikus dolog, és én is szeretnék ennyi idős lenni, és én is szeretnék úgy inspirálódni ezek által, az események által, hogy igenis majd fogjam magam, és nagy vehemenciával elküldjem magam egyetemre tanulni mindenféle kőkemény tárgyakat ahhoz, hogy utána el tudjak kezdeni ebben az iparágban esetleg dolgozni, de ha más nem, egyszerűen csak érdekel, hogy mi történik a fejem fölött, hogy a maga a tudomány, tényleg az a Katik, nézzétek, Reznik. Ő is egy asztronauta, aki volt fent. Hogy hívják? Milyen Reznik? Ez a Breznik, ugye? Tehát B-vel, nem úgy, mint a Judy. Ja, igen. Mindegy, majd beugrik a neve, ha valakinek meg... Randy. Igen, Randolph J. Randolph, igen. És Breznik? Valamilyen Reznik. Igen, mert a Reznik is volt, tudod, a Challengeren, aki igen. meghalt űrhajós nő, az Judith Reznik. Aha. Ő okay. viszont Breznik. Andy, valahogy a neve szerint Comrade. Közben letelt az idő, ha jól látom. Aha, jó. Oké. Akkor itt azt most lezárnánk. Tényleg nyugodtan, aki még szeretne, küldjön támogatást, de azt már nem tudjuk beemelni a játékba, és akkor én még szépen elvégzem az utolsó simításokat, hogy tényleg senki ne maradjon ki a játékból. Én be fogom tenni egy pár percre egyébként magát a szerencsekereket, mert egy ilyenünk is van. Mindenki nézze meg, remélhetőleg mindannyian itt vagytok, akik részt vettetek a játékban. Mindenki nézze meg, hogy szerepele a neve egyébként ebben a listában. Elég picike lesz, úgyhogy előre figyelmeztetek mindenkit, és... igen, tehát, hogy mindenkinek a neve látszik, várunk egy pár percet, most szóljatok, vagy hallgassatok örökké, azt hiszem így mondják esküvők alkalmával. Igen. Igen. Úgyhogy várunk. Ó, de jó színes. Nagyon sokan vagytok, hihetetlen egyébként, nagyon szépen köszönjük, fantasztikus felajánlások és fantasztikus sokan részt vettetek a játékban, ez egy nagyon komoly dolog. Előre jeleznénk, hogy egyenlőre egyfajta színben van ez a póló, mert a Los Polos egyszerűen, gondolom, olyan szinten sok megrendelésük van, hogy nem működik a dolog. Úgyhogy tehát mindenki döntse majd el maga, hogy szeretne ilyen színben, fekete színben, vagy pedig szeretnétek várni, megvárjuk a karácsony utánt, amikor megint visszatér a teljes repertoár, és akkor küldjük el egy tetszőleges színben. Megtekinthető a webshopunkban egyébként, spacejunkie.hu weboldal, és jobb felül a webshopunkra kattintsatok. Ha megkeresitek ezt a dizájnt, akkor ott van az összes szín, egyébként mutatja, talán nem biztos, hogy mutatja, mindegy. Az a lényeg, hogy tetszőlegesen rátok, tehát a nyertesekre lesz bízva, valamint a bögrével kapcsolatban pedig azt kérjük, többféle bögrénk van, megint csak menjetek fel a weboldalunkra, spacejunkie.hu weboldal, jobb felül webshop, és válassza, a nyertes majd válassza ki, hogy melyiket szeretné választani, melyiket szeretné, hogy küldjük majd, az természetesen tetszőlegesen rendelkezésre áll. Jó, nem tudom, hogy igen... Közben egy gyors simítást eszközöl, Szabi, hogy a sikeresen leszállt. Se szótak hiányzik. Sikeresen. Ez is még van olyan slang, azt tudjátok, hogy van olyan slang kifejezés, jiddis eredetű, a siker, az azt is jelenti, hogy részeg. Tehát, hogyha sikeren leszállt, akkor végül is ezt úgy is lehet értelmezni. Részegen szállt az űrhajó. És ahogy az imbolygását elnézzük, tulajdonképpen, na mindegy. Próbálom menteni, ami menthető. Én alapvetően, erre már készültem, tehát ez is egy easter egg volt, jó? Tehát itt már most már mindenre van kifogás. Pál Kovács Zoltán írt, hogy szuperek vagytok, bámulatos a kitartásatok, köszönet a szemléletes magyarázatokért. Nagyon szépen köszönjük, ez csak részben a mi úgymond érdemünk, ez részben a kedves meghívott vendégünké, ezért is szerettük volna, hogy Viki minden... A végére már Viki leszel. Elnézést. Hosszú az adás. Tehát, hogy Mikit is ezért hívtuk meg, mert ő is egy hihetetlen beszélőkével rendelkező, és hihetetlen tényanyaggal rendelkező vendég, akivel mindig élmény együtt egy ilyen bármilyen adást levezényelni, úgyhogy ezért is szerettük volna, hogy itt legyél velünk, és ennek, és ez hihetetlen öröm egyébként, hogy sikerült. Én is köszönöm az élményt, hogy ilyen remek társaságban lehetett ezt a történelmi pillanatot át. Mennyi easter eggre fény derült. Úgy. Még amíg várunk egy percet, átküldted a fotót, amit a kisfiad rajzolt? Ja, persze, át, hogyne. Hova? Messengeren, mint a többit. Na várjál, még akkor azt nekem, igen. Ja. Én azt valamiért nem láttam, akkor én még egy picit visszateszem az élőadást. Bocsánat. Itt nagyon sok minden történt itt a délután folyamán, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, de akkor én még azt szeretném megmutatni. Ez a, várják, közösbe vagy... Igen. Uh-huh. Nem, neked Messengerben. Jó, nézem. Na, az viszont nézem. Ugye... Közben csak ha... Ez csak azért érdekes, maximum. Sokan szólnak, hogy nincs rajta nevük, de... Igen? Igen, de szerintem azért, tehát a csatornatagoknak köszönjük a támogatást természetesen, de csak azok szerepelek most a játékban, akik ma iratkoztak föl, vagy ma léptek valamilyen szintet. Uh-huh. Tehát akik korábban iratkoztak már fel csatornatagságra, azok most ebben a formában nem vehetnek részt a játékban. Ja, igen, én gondolom, hogy mi a... Igen, lehet, hogy az, mert sokan láttam, hogy írtatok üzenetet, hogy 19, tehát hogy x hónapja feliratkozók vagytok, de alapvetően ez tényleg azoknak szól, akik most feliratkoztak, vagy most támogattak minket valamilyen szinten. Elnézést, hogyha esetleg ezt nem kommunikáltuk teljesen érthetően felétek, de ez a korábbi sorsolásoknál is én úgy gondolom, hogy ez így volt, ugyanúgy nem vettük be. Ha ezekről van szó, akkor tehát ilyen... Mikor ellenőrizted utoljára a kereket, Szabi, csak mert még azóta is jöttek azért felajánlások. Őket még a... Mentes Gábor, oké, akkor én még visszanézem, jó, és akkor még ezt akkor gyorsan, igen, Mentes Gábort felírtam, igen, Csahóci Mártont kell még akkor, valamint. Mert Ogi IM, azt hiszem, ha jól ejtem, ő most szólt, és őt emlékszem, mert felírtam, hogy ő mai feliratkozó. Igen. Ő nem látja magát. Augi IAM. Augie IAM. Úgy írja a nevét. Augie. Uh-huh. Miam? Iam. De ott van egyébként a listán a szaggatott vonal alatt első. De akkor nem értem, hogy igen, akkor lehet, hogy őt nem sikerült. Elnézést kérünk érte. Jó, én még nagyon gyorsan javítom a hiányosságot, és akkor tényleg elvégezzük a sorsolást, amivel adósok... Nála van a makettem. Őrület. Tényleg. Gyorsan át is küldtük. Na tiéd sokkal jobb, Miki, egyébként. Ja, kösz. Igen. Jaj, látom. Ja, igen. De pedig kint van annál. Igen, pedig kint van. Ott van. Augi IM. Igen, ott van pedig a neve. Uh-huh. Jó, oké. Szerintem meg vagyunk. Akkor... Lehet, hogy van még egy... Szűcs Ármin. Nézem a listán. Oké. Szűcs Ármin. Elnézést kérünk a kedves nézőktől. Tényleg ennyivel tartozunk azoknak, akik a mai adás során ennyire kedvesek voltak. Én nem látom. Kit kell még egyszer mond a nevet? Szűcs Ármin. Szűcs Ármint én nem láttam. Okay. Én se írtam föl. Szűcs Ármin. Oké. Jó. Lehet, hogy nem sikerült elküldeni a szupercsetet, de a lényeg, hogy mi nem láttuk, úgyhogy elnézést, ha valami technikai gond jött közbe, de nem akkor láttuk. Nem mindegy, hagyja már, mint vagy nem? Nem tudom. Nem tudom, az a baj, én nem láttam, bevallom. Aha. Nem írtam. Mert Dávid folyamatosan nézte egyébként. Én itt írtam, mint az állat végig közben, de nem írtam föl. Jó, mindegy, oké. Írjuk föl, de akkor tényleg ez az utolsó, és akkor most így volt elég idő talán mindenkinek ellenőrizni a kereket. Jó. Megszólni, és hogyha nem volt feliratkozás, akkor most szerintem a szavazást akkor így, vagy a játékot így zárjuk le. Uh-huh. És sorsoljunk, mert ez a legjobb rész. Jó, én még egy bögrét kell, hogy szerezzek. Elnézést, még ennyi híja van, és akkor tényleg toljuk. Elnézést kérek ezért. Jó, még addig valamivel töltsük ki ezt a fél percet. Jó, igen, közben azért próbálom hallgatni a nyilatkozatokat, csak ugye az a baj, hogy félfűre hallgatom a titeket, meg félfűre a názásokat, és nem annyira lehet érteni. De szerintem egyébként az összefoglaló cikkben, amit Bence megír majd, be fog emelni szerintem idézeteket, nyilván nem mindenkiét, és nyilván nem teljes formájában, de biztos azért néhány idézetet berak, úgyhogy akit érdekel, hogy mikről volt szó a nyilatkozatokban, az majd olvassa el, legyen szíves a cikket, hiszen nem csak szóban, hanem írásban is majd megemlékezünk természetesen a visszatérésről. Nem tudom, mikor készül a cikk, de szerintem ma vagy holnap legkésőbb. Jól van, toljuk akkor, én azt mondom. Na. Mit szólsz hozzá, hogy... Ja igen, a nyertes kérjük, hogy írja meg az infókukat spacejunkie.hu e-mail címre a neved, a címed, a telefonszámod és az e-mail címed. Ez a 4 dolog kell. Neved, címed, telefonszámod és e-mail címed. Ez kell ahhoz, hogy a futár szolgálat kiszállítsa, amit ki kell szállítani. Jó, akkor kezdjük. Én azt mondom, hogy, hogy hagyjunk Miki téged utoljára, míg az egyik főnyereményt te sorsolod ki. Jó, akkor én azt mondom, hogy én elindítom a bögrét. Jó. Jó, és akkor lássuk, ki lesz az első nyertes, akkor 3, 2, 1 és 6 szóljon. Ha eddig nem szédültetek, akkor szerintem most itt az ideje. Na, Szépen, Mária. Oké, szépen, Mária, gratulálunk a bögréhez. Kérlek szépen majd menj fel a webshopunkba, és látogass el, és választ ki, és írd meg, hogy melyik bögrét szeretnéd. Tehát neved, címed, telefonszámod és e-mail címed, valamint, hogy melyik bögrét szeretnéd, hogy elküldjük. Jó, akkor én el is távolítom a te neved, és akkor szerintem, Dávid, akkor menjünk így lefelé, felülről lefelé. Jó. Dávid, akkor szerintem te mondd a következő indítást, hogy akkor hogy számolj vissza. Póló lesz, ugye már? Így igen. Van, így, tehát igen, ezt hadd cseréljem le nagyon gyorsan, mert hogy ez így dukál, ugye, egy pillanat, mert hogy azért itt, kérem szépen, azért itt próbálnak valami szintű profizmust belevinni ebbe az egészbe. Fotók, egy fél pillanat, mindjárt. Az olyan még mindig a vízben van, úgyhogy semmit nem fogunk, semmire nem maradunk le. Ha kell, akkor természetesen azért az élőadásba visszacsatlakozunk, tehát nem kumantjuk el úgymond a közvetítést, csak most éppen nem nagyon történik olyan semmi érdemleges, ezért csináljuk most a sorsolást. Így van. Na, akkor szerintem nyugodtan visszaszámolt, és akkor póló number one, vagy egyes számú póló sorsolása pedig akkor... 1, 2, 3... És akkor... Borbás Jánosnak gratulálunk, nagyszerű, egy We Are Going, tehát megyünk, Artemises pólót nyertél, tényleg hatalmas gratulációnk, megint csak neked is elmondjuk, tehát cím, tehát név, cím, telefonszám, e-mail cím, és döntsd el, hogy így fekete színbe jó lesz, vagy pedig szeretnél karácsonyig várni, vagy karácsony utánig várni, és többféle színből választani. Mindenképpen ezt írd meg, és mi azt szerint cselekszünk. És akkor a második póló kisorsolására is sor kerül. Miki, légy szíves, indítsd el nekünk. Az ugyanígy néz ki, vagy megint ugyanígy, van csereakció? Ugyanolyan nagyon színű, jó. Csak fekete. Akkor azt mondjam, hogy 3, 2, 1, start! Hajrá! És akkor lássuk, hogy ki a másik póló. És a másik póló nyertese Csobánci Imi. Még egyszer nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki részt vett a játékban. Imi, kérlek szépen, rád is vonatkozik. Név, cím, telefonszám, e-mail cím, és kérlek szépen, hogy írd meg, hogy jó-e ilyen színbe, és akkor küldjük még karácsony előtt, remélhetőleg odaér, vagy pedig más színbe szeretnéd, fehérbe, vagy teljesen más repertoárban szereplő színbe, és akkor viszont várunk karácsony utánig, és akkor küldjük neked az ajándékot. Nagyon szépen köszönjük tényleg mindenkinek, aki részt vett a játékban. Még mindig nem megyünk sehova, még mindig nem akarunk hazamenni, mert még mindig nincsen bevontatva az Orion űrhajó. Amíg az Orion a vízben van, mi sem megyünk sehova. Azért reméljük, hogy nagyjából azt a 2 órát sikerült tartaniuk, és akkor az lassan letelik a leszálláshoz képest. Igen. Igen, azt már, hogyha még tovább nagyon sokáig tökölködnek, akkor nem biztos, hogy azt én meg tudom várni. Jó, semmi gond, tehát hogyha... Mindegy, jobbnál jobb cuccok kerülnek elő. Múltkor ugye ezt az ablaktív anyagot mutogatta például az ember, amiről beszéltem, ugye, amivel a hőpajzs be van vonva. Ugye most éppen más kerül elő, mindig vannak dolgok. De ugye közben felmerültek itt ilyen kérdések, hogy mi a helyzet az Artemis program jövőjével. Szerintem ezek érdekesebb kérdések. Ez egy nagyon jó kérdés. Erről csináltunk egy videót is, ezt tudjuk ajánlani, de azért beszéljük át, hogy ugye mi a probléma. Ja, még egy pillanat, mert én még jegyzeteltem az egyéb problémákkal kapcsolatban, és hadd nézem már meg, hogy energiaellátó. Ja igen, még egy dolgot felejtettem ki. Az egyik phase antenna, ami visszajátsza az adatokat ugye a Föld felé, ezzel is volt egy kis probléma. És ez emiatt volt, hogy néha elvesztették még a küldetés első felében elvesztették a kapcsolatot az űrhajóval egy időre, vagy nem volt például élő kép, mondjuk az Orion űrhajóról, amin egyébként kellett volna, hogy legyen, de aztán természetesen ezt megoldották. Még egy dolog, az Orion szemei című videónkban azért elmondunk egy nagyon jó példát, hogy például 1 GB-nyi adat továbbítása a nemzetközi űrállomásról a Földre nagyjából 1 percet vesz igénybe. Na most ugyanez az Artemis program Artemis 1 küldetés Orion űrhajójának 90 percet, 1,5 órát vett igénybe. Na most ezt a küldetés vége felé már sikerült leharcolniuk 45 percre, ami egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, de még így is azért ez egy nem igazán jó megoldás. Na most szerencsére az Artemis 2 küldetéstől megkezdve, itt már egy teljesen, azt hiszem, optical antenna, mindegy, elfejtettem a nevét, a videónkban benne van, Orion szemei című videónkban, és a második küldetés során már egy olyan kapcsolati rendszer lesz, amivel naponta a 7 GB helyett 36 GB-nyi adatmennyiséget lesznek képesek letölteni. Az már elvileg 1080p-ben, tehát Full HD-ben lesz képes közvetíteni a Föld felé, ami nagyon-nagyon nagy teljesítmény, és nem tudom, mit hagytam még ki. Azt hiszem ez a két legfontosabb, igen, az adatmennyiség, meg a közvetítés, így van. Tehát ott azért már az élő adás minősége sem lesz olyan ramaty, mint sokszor a mostani küldetés során. Úgyhogy ezek nagyon fontos lépések, és ugye ezt megint kiemelném, hogy nem a rögzített, tehát nem a közvetített és a rögzített felvételek minősége ilyen rossz, hanem egyszerűen ahhoz, hogy valamit kapjanak, egy butítottabb verziót küldött tovább a Föld felé. És ezért lehetett ilyeneket látni. Na de akkor, mi a gond az Artemis programmal? Miért lehet ez hosszú távon problémás? Miki? Szerintem, vagy Dávid? Szerinted? Szerintem. Hát szerintem hosszú távon ugye elég sok probléma adódhat vele. Elsősorban ugye emlegettem már, és ez az egyik vesszőparipám, hogy én ezt a gateway koncepciót, ami egy fontos eleme az Artemis programnak, ezt én csak nagyon korlátozottan tartom értelmezhetőnek tudományos szempontból. Tehát azt, hogy közvetítésben már emlegetett ilyen furcsa, elnyújtott, ám de poláris, tehát a mostani repülés pályájától eltérően poláris hold körüli pályán fog keringeni egy űrállomás. A polárisnak amúgy az az oka részint, hogy többek közt, egyébként egyrészt ugye így stabil a pálya, másrészt ugye, amit emlegettünk már, hogy ez egy olyan pálya, hogy folyamatosan legyen rádió kapcsolat a Földön. Harmadrészt azonban persze nyilván az is, hogy az Artemis 3 kezdve nyilván a leszállások a Holdon azok a déli pólusra fognak fókuszálni, mert ott van rengeteg vízjég az ilyen sötét kráterekben, ahova soha nem süt be a nap. És kiemeltük. Igen, annyira. Na, és akkor az van, hogy hát oké, a Holdra leszállni és ott csinálni dolgokat, az szerintem egy teljesen értelmezhető tevékenység, de hogy a tudományos haszna a Hold körüli pályán folyamatosan keringő űrállomásnak oda, az szerintem minimum kérdéseket vet fel. Hát ugye itt azt lehet, tehát ugye mit lehet csinálni egy űrállomáson? Természetesen lehet fényképezni a Holdat meg a Földet, de hát ehhez jelenleg már nem kell ember. De meg ez túl messze is lesznek egyébként. Persze, igen. Aztán ugye ott van az, hogy természetesen lehet mikrogravitációs kísérleteket csinálni, azt ugyanúgy meg lehet csinálni az ISS-en is, meg alacsony földkörüli pályán. Aztán lehet csinálni, és akkor ez az egyetlen dolog, amiben van némi értelem szerintem, hogy lehet csinálni olyat, hogy valami közbülső ideig laknak emberek ott, mondjuk néhány hétig vagy hónapig keringenek Hold körüli pályán, ami egy olyan kozmikus környezet, ahol folyamatosan éri őket a kozmikus sugárzása nélkül, hogy a Föld mágneses tere alatt lennének. Ez egy nagyon hasznos adat lehet, még mielőtt direkte nekivágnánk mondjuk egy 9 hónapos marsutazást. Bruttó több éves marsutazásnak. Tehát ez, hogy az emberre hogy hat a távoli űr kozmikus környezete, hogy ezt egy valami olyan ideig ki lehet próbálni, ami nem annyira hosszú, mint egy marsutazás, de azért hosszabb annál az 1-2 hétnél, amiről eddig az Apollóból van tapasztalat. Az egy valid érv, de ezt leszámítva, szerintem tudományos szempontból én nem nagyon tudom értelmezni, hogy miért kell egy űrállomás a Hold körüli pályára. Az egyszerűen nem igaz, hogy azt nem lehetne megcsinálni, hogy ez egy átszálló állomásnak kell. Mint hogy egyébként az Artemis 3 küldetés, ami jelen tervek szerint először tenne le embert a Holdra, ugye, ott meg ugye nem lesz Gateway, hanem egészen egyszerűen az lesz, hogy az Orion a Benga nagy Starship-pel találkozik Hold körüli pályán, leszáll, felszáll, hazajön, tehát ugyanaz a jó öreg Lunar Orbit Rendezvous technológia. Ehhez természetesen ahhoz, hogy két űrhajó megtalálja egymást, összekapcsolódjanak, átszálljanak, ehhez nincs szükség egy közbülső űrállomásra. Tehát nekem nem az, hogy hát én kicsit szkeptikus vagyok, hogy igazából mi az értelme ennek a részének a projektnek, már pedig úgy tűnik, hogy ez az egyik legfontosabb eleme az Artemisnek, ez a Gateway űrállomás. Próbáltam, én ezt sok emberrel beszélgettem erről, de sokféle érvet hallottam. Mondom, az orvosbiológiai kutatást leszámítva engem nem sikerült igazából meggyőzni egyikkel sem. Szerintem. Na, de mondjatok erre valamit, hogy végre meg legyek győzve. Dávid? Hát... Én egyébként el tudom képzelni, hogy eddig tényleg csak alacsony földkörüli pályán volt egy űrállomás fenntartása, és most tényleg megpróbálnak egy másik égitest körül egy ilyen hasonlót, mert aztán később, ha sor kerül rá, és lehetőség lesz egyáltalán rá, akkor akár a Mars körül is egy ilyen bázis, keringő bázis végül is még megépítésre kerülhet, és akkor viszont már lesz tapasztalat. Persze nyilván nem ugyanaz a Hold körül, meg egy Mars körüli űrállomást megépíteni, illetve fenntartani, de mondjuk én ebben az értelemben látok benne rációt. Az viszont biztos tényleg, hogy ahhoz képest, hogy már 2024-re szerették volna megépíteni ezt az űrállomást, jó esetben mondjuk az Artemis 4-re kész lesz. Egyébként ugye ez lesz az első olyan küldetés, ahol lényegében csak a Gateway-en dolgozzanak az űrhajósok, tehát le se szállnának a Holdra. Ugye általában most ugye arról lehet beszélni, vagy arról lehet egyre többet olvasni, hogy az Artemis 3 leszáll a Holdra, ugye vissza is jön a Földre, az Artemis 4 nem száll le a Holdon, tehát csak a Gateway-en, remélhetőleg a Gateway-en fognak végrehajtani különböző kísérleteket, illetve ott fognak tartózkodni hónapokig. Az Artemis 5 megint leszáll a Holdon, és az Artemis 6 megint nem száll le a Holdon. Az, hogy ezek után mi fog történni, mert egyébként azért eznek nem évente induló küldetések lehetnek feltétlenül, hanem akár 2 évek is eltelhetnek egyes küldetések között, már ami a NASA Artemis programját illeti. Ahogy már is 2030-nál tartunk körülbelül, hanem később. Tehát azért addig annyi víz lefolyik a Dunán, úgymond, vagy akár a Mississippi-n, vagy bármelyik amerikai folyót most hozhatnám példának, hogy tényleg nagyon nem is érdemes jobban előbbre menni, mert az biztos, hogy az Artemis 6-ig van most megrendelés az SLS rakétákra, de egyébként az Artemis 9-ig van az RS-25-ökre már megrendelése az Aerojet Rocketdyne-nak. Tehát ott már az Artemis 9-ig, tehát összesen 9 SLS rakétához szükséges hajtómű, bár mondjuk ez sem igaz ebben a formában, mert most ugye vannak még az űrsikló programról hátra maradt hajtóművek, ugye az Artemis 1-nél is most ezekből használtak 4-et, illetve a 2-nél és a 3-nál is fognak még használni, de lényeg az Artemis 9-et kiszolgáló küldetés is már új hajtóművekkel fog megtörténni, és ehhez a küldetéshez is már megrendelték az Aerojet Rocketdyne-től potom $100 millió per hajtóműért, vagy hajtómű áron ezeket az új rakétamotorokat, szóval mondjuk úgy, hogy tervezés a NASA, de az, hogy addig mi lesz, tényleg, hogyha a Starship sikeres lesz és pályára áll, és tényleg esetleg nem mondom, hogy a szenátorok szemét is felnyitja, mert a politikai lobby az mindig ott lesz az SLS mögött, de azért az akkor is egy olyan elég fontos mérföldkő és vízválasztó lesz, hogyha a Starship sikeres lesz, és mondjuk akár a civil vagy privát szektor megrendelői is akár eljutnak a Holdra, nem szállnak le persze, tehát ugye most a napokban bejelentett ugye a Dear Moon projektnek a személyzetéről beszélek, ugye a Yusaku Maezawa megrendelésében, vagy akár a Polaris program, ugye ott is egy Starship-pel fognak, ha nem is a Hold köré, de akkor is emberes küldetéseket végrehajtani, tehát ezek mind olyan lépések lesznek, amik ilyen valamekkora méretű koporsószöget verhet, vagy szöget verhetnek az SLS koporsójába, de azért mondom, hogy nagyon sok mindentől függ az egész, tehát ezek olyan időtávlatok, hogy egyszerűen amilyen tendenciában változik jelenleg az űripar, jó értelemben változik, tehát pozitív értelemben, az SLS-nek nem tudom, milyen jövője lehet, és tényleg oké, most még a Gateway-ig, amíg megépül, addig biztos, hogy az Oriont, ez fogja szállítani már, mint az SLS, de hogy utána mi lesz, az nagyon jó kérdés, hiszen utána már a Gateway-t nem is feltétlenül kell Orionnal elérni, hanem egész egyszerűen lehet, ott lesz már a Starship, mint egy nagyon olcsó megoldás. Ki tudja, hogy ki milyen űrhajót fog addig, vagy rakétát kifejleszteni, ami szintén olcsóbb, mint az SLS. Tehát vannak az SLS-nek különböző verziói a jövőt illetően, de nem tudom, hogy milyen jövőt szán neki a NASA. Jelenleg egyébként 2035-ig terveznek vele, sőt már kicsit olyan elvakult véleményt is olvastam már, hogy egészen 2050-ig számolnak az SLS működésével, és ki tudja, hogy az Artemis nem tudom, 35-ig most csak mondtam példát, vagy 36-ig az SLS fogják használni. Tehát ja, és akkor visszatérve, tehát magára a Gateway-re én nagyobb rációt látok, vagy nagyobb esélyt, mint az SLS-nek a működésére, de az biztos, hogy ebben az évtizedben a NASA-nak egyszerűen nincsen más mozgási helye, vagy mozgástartománya, mozgástere, igen. Egyszerűen ahhoz már most kéne fejleszteni egy olyan rakétát, ami majd esetleg 2030-ra már olyan állapotban lehet, hogy emberes küldetések végrehajtására alkalmas lett, de nagyon nem látszik az, hogy az SLS-nek lenne valami másik opciója, vagy SLS helyett. Nagyon fontos egyébként, a videónkban direkt bele is tettük ezt a mozzanatot, vagy ezt az adatot. Hát nézzétek meg, hogy a blokk egy verziója, és azt hiszem ez már a blokk, ez a blokk 1B, igen, ez 27 tonna, igen, 42, igen, ide nem jól értem, mert ide a B-t még ki kellett volna. Tehát a blokk 1B verziója 42 tonnát képes hold körüli pályára állítani, míg a Saturn 48,5 tonnára volt képes úgy, hogy kisebb tolóereje volt a hajtóműveknek. Na most innentől kezdve azért fel lehet tenni a kérdést, hogy micsoda? Tehát, hogy most akkor nem előre léptünk, hanem vissza, mert hogy elvileg ez a legerősebb rakéta jelenleg, de mégis kisebb mennyiségű terhet képes a hold körüli pályára állítani, és ennek semmi más oka nincsen, mint hogy egyszerűen az első fok, tehát ahelyett, hogy 3 fokozatú rakéta lenne, és szépen fokozatosan dobálná az első-második fokozatot, hogy ne vigye magával ezt a haszontalan terhet, mondjuk így, szép magyarosan, addig az SLS rakéta mindössze 2 darab fokozatból áll, és ez azt jelenti, hogy sokkal-sokkal tovább működik az első fokozat, és úgymond ergo sokkal tovább cipeli magával ezt a nem hasznos terhet. Ez, ami már csak alapvetően limitálja. És megint csak ennek mi az oka? Ennek az az oka, hogy a kongresszus kötelezte a NASA-t arra, hogy márpedig nekik az űrrepülőgép program alkatrészét kell felhasználnia. Oldalsó gyorsító fokozatok, a középső tartály, persze ez nem copy-paste ugyanaz a hardware, de ettől függetlenül nagyon nagyban hasonlít. Arra ugye az RS-25-ös hajtóművek felhasználása, és egyszerűen ezek a limitációk eredményezték azt, hogy jelenleg még az erősebb verzió és kevesebb mennyiségű hasznos terhet képes a hold körüli pályára juttatni. A másik nagyon fontos dolog, hogy évente 1 darab rakétát terveznek indítani. Tehát ebből hogy tervezik ezt tehát ennyiféle dolgot kivitelezni? És ugye eleve egy komplex rendszer az, hogy egy ilyen picike kis űrhajó szállítja őket a Holdra, hogy majd egy akkora hatalmasan nagy járművel, itt látható, kapcsolódjon össze, ami majd viszi le, ugye hozzaviszi őket a Hold felszínéről, majd megint mindent pakoljanak át abba a kis űrhajóba, és akkor az majd elindul a Föld felé. Ami mellesleg, hát igen, részben újra hasznosítható. Tehát azért itt nagyon-nagyon sok komoly probléma van ám, ami a hosszú fenntarthatóságát kérdőjelezi meg ennek az egész programnak. Persze, tegyük hozzá, jelenleg ez készen van. Tehát itt hiába jönnek sokan azzal, hogy majd a SpaceX így meg úgy a földbe döngöli a NASA-t. Először is a SpaceX és a NASA nem riválisok. A SpaceX és a NASA partnerek. Ezzel a képen látható HLS verziójú Starship-el fognak a Holdra szállni. Tehát a SpaceX sikere nélkül a NASA sikere kizárt. Mert ugye őket választották a Holdra szállásért felelős jármű kifejlesztésében. Tehát itt nincs egy semmiféle konkurencia. Persze a Starship eljuthat egy olyan szintre, de jelenleg a Starshipnak még nem sikerült egy orbitális tesztrepülést sem végrehajtani, nemhogy még embereket szállítson. Tehát azért a Starship egy nagyon-nagyon kecsegtető program. Aki nézi a csatornát és követ minket, az tudja jó, hogy mi nagyon-nagyon-nagyon pártoljuk ezt az egész programot és a fejlesztési programot, és ugye hát ott is voltunk, és láttuk személyesen, és hát húhá, de ettől függetlenül ez még nincs kész. Még az SLS rakéta készen áll. És hát ez egy fontos dolog. Fontos dolog, szerintem. Hát igen, mindig minden szempontból van pro és kontra, tehát nyilván a Starshipnek is vannak kontra verzió, vagy kontrapontok, tehát most nem azt, megint csak nem arra akarok kiukadni azzal az előbbi monológommal, hogy mindenképp csak a Starship lesz az egyetlen megoldás, sőt, nem is jó, ha az lesz az egyetlen megoldás, mondjuk az SLS-en kívül, tehát muszáj még egy rakéta vagy egy űrhajó, ami tényleg a redundanciát majd jelenti. De most az, hogy az Artemis 4, 5, 6, 7, 8, 9-en mit fog tervezni a NASA, azt szerintem azért még azt párszor újra fogják írni, mert bőven még sajnos az Artemis 3-ig is van idő, tehát az is 3 év legalább, ha nem több. Ugye ott még több tényező is játszik, ugye fontos szerepet, ugye elég az új szkafanderekre gondolni, bár egyébként most pont a napokban jött egy hír erről is, de akkor azt is ki kell fejleszteni, le kell tesztelni megfelelően. Tehát nagyon sok különböző tényező van, csak az Artemis 3-ról, és az, hogy utána mi lesz, az eleve nagyon attól is függ, hogy a Lunar Gateway milyen építési fázisban lesz, szóval nagyon sok a kérdője még az egész Artemis program körül, de azért, hogy ne csak negatívumokat mondjak, a lényeg, hogy elindult, tehát valami végre tényleg történt, ennyi év halasztás után, hiszen az SLS eredetileg már 2016-ban repült volna a kezdeti tervek alapján, ha nem kasszálják ugye el, de annak is meg volt az oka, hogy végül elkasszálták. Ugye erről még itt tök jól beszéltél az augusztus végi első indítási kísérletről szóló adásban, úgyhogy ezt most nyilván nem ismételni meg újra, csak a lényeg, hogy nagyon sok kérdőjel van az egész Artemis program körül. Úgyhogy, ez egy tipikus ilyen egyik szemünk sír, a másik meg pityereg. Vagy nevet, bocsánat. Nem, bocsánat, ne, azért ennyire nem gáz a helyzet. Nem rossz a helyzet. Egyébként csak hadd tegyem hozzá, Zsumbó Gábor kiegészített, hogy Miki már pedzegette, hogy az SLS-nek nincs elég erős végfokozata, ez főleg a J2X hajtómű, ez a J2 Apollo-ban használt J2-es hajtómű továbbfejlesztett. Igen, verziója. Az Ares 5. Igen, csak ugye pénzhiány miatt törlésre került. Jött egy olyan, hogy Mentes Gábori, hogy ennyire erős a lobby, a kevésbé fejlett technológiát gyártó cégekkel kell végezvinni a küldetéseket, vagy van már más megfontolás is emellett a döntés mellett. Ez egy nagyon kemény kérdés, ugye? Mert egyik oldalon ott van, ahogy te fogalmaztál, Miki, pont ebben az augusztusi műsorunkban, hogy ez egy nagyon-nagyon sikeres munkahelyteremtő projekt volt. Tehát azért az elsődleges célja ennek nem a munkahelyteremtés lenne, hanem az, hogy végül eljussanak a Holdra és ott legyenek. És az a baj, hogy saját magát gáncsolja el a kongresszus ezzel a fajta hozzáállással, mert a rövid távú célok érdekében én úgy látom hát a busz alá vágják a hosszú távú célokat, és ezt gondolom addig fog menni, amíg Kína elő nem rúgol valami komoly teljesítmény, és akkor majd elkezdődik a kapkodás, hogy úristen, Kína ott van. Igen, ez simán benne van a pakliban, de ez megint csak túl van azon a horizonton, ameddig el lehet látni. Igen. Az Artemis, igazából az az egészen az alapvető baj, hogy arra nem látok semmilyen biztosítékot. Ugye a dumája a NASA-nak is, hogy oké, most visszamegyünk a Holdra, de most ezúttal azért, hogy maradjunk. Ugye ezt hány helyen látjuk kiírva, hogy this time we are going to stay, hogy most direkt igen, azért megyünk, hogy most aztán. De őszintén szólva nem annyira érzékelem azt, hogy ez most annyira stabilan meg lenne, hogy ne lenne benne az a potenciál, hogy ezt így 10 éven belül azt mondják, hogy oké, srácok, lehúzzuk a rolót. Újra tervezés van, tehát hogy ez... Azért azt vegyük figyelembe, hogy a NASA terveivel azért óvatosan is, de azért húzza elég keményen magával a SpaceX-et. És azért, tehát hogyha elkészül az HLS verzió, már pedig annak el kell készülni, annak feltétele, hogy a Starship is elkészüljön. És hogyha a Starship elkészül, ezt valamelyik tőlem sokkal okosabb közvetítő mondta valamelyik NASA Spaceflight közvetítésben, hogy konkrétan az a pillanat, amikor megoldódik, vagy megtörténik az első orbitális újratankolás a SpaceX részéről, na, az lesz az a pillanat, amikor az SLS elavul. Egyik pillanatról a másikra. Mert onnantól kezdve töredék fillérekért meg lehet ezt valósítani. És egyébként most szeretném beharangozni, elnézést, majd mindjárt beharangozom, csak egy fotóval, ha már az Orion mutatják, azért ezzel a fotóval adós vagyok természetesen. Erről csak egy pár mondatot szeretném mondani. Ja, igen, hát ezt a kisfiam csinálta, aki jó előre megálmodta, hogy mi fog történni a mai közvetítésben, vagyis hát nem álmodta. Egy vizionárius egyébként. Fölkészült. És ezt most összevethetjük a jelen pillanatban élőben látható képekkel. Többenetes, ugye Spoton. Ott van a kis gumicsónak, az Orion kabin. Az ejtőernyőkkel mi van ilyenkor, ugye? Ez egy érdekes kérdés, hogy az ejtőernyőket lekapcsolják, elsüllyednek? Ugye érdekes kérdés, nem, én úgy tudom, kihalásszák egyébként, de ez egy érdekes kérdés. Na, mindegy, szóval tök érdekes, és hát látod, hogy nagy hullámok is vannak a csendes óceánon, ezt is eltalálta. Úgyhogy igen, egy 6 éves víziója küldetésről, ezt még a start napján rajzolta, és aztán így végigkövettük az eseményeket a rajzokkal, és ja, most eljutottunk ide. És kicsit szkeptikus voltam, hogy valaha eljut-e ide ez a küldetés, hogy ez is valósággá váljon, de most eljutott. De elképesztően élethű, tényleg nagyon ügyes. Nálam biztos jobban csinálja. Pont olyan hirtelen, nem is tudom, hogy most a NASA live feedet nézzük, vagy a péntes rajzot. Tényleg nem tudom. Ja. Közben egyébként mi a helyzet a kabinnal? Tehát így mert hát hogy oké, tehát azért mégis csak már azért mindig, de... elég este van, most igazából mire várnak a fiúk, lányok ott a csendes óceánon? Tehát no pressure, csak úgy érdekel, hogy mi van. Hát igen, mert a 2 órás nem az, hogy... Igen, ez már egy kicsit kezdünk kifutni belőle, tény és való. Nem esküdtek meg nyilván, hogy 2 órát kiszedik, de volt. Figyelj már, egyébként itt én nem fogom elhinni, de ez elképzelhető, hogy konkrétan befejezik. Lehet, hogy vége van. Ők, még maga a NASA TV is megunta ezen a ponton. nem akkor lehet, hogy ők is befejezték az élőt, úgy tűnik. Hát, jó, hát ez jelent valamit. Akkor nekünk is az jelzés értékű szerintem. Ez azért lehet, de azért azt tegyük hozzá, hogy azért ez mutatja az elhatározásunkat, vagy a kitartásunkat. Igen, és véget ért. Hát ennek vége, hát ezt lelőtték. Nem maradtunk szégyenben, pont addig bírtuk, mint a NASA. Hát sőt, még tovább is. Van. De hát akkor így ez végül is jó. Azt is jelenti, szerintem, hogy mi is lassan befejezzük. Persze, egyértelmű. Jó, oké, szerintem abszolút kitartóak vagyunk, senki nem mondhat ránk egy szót sem. Úgyhogy én szerintem akkor nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjék a kitartó figyelmetek. A megszokott intro helyett most ismét le fogjuk játszani a a Rakéták Földje című dokumentum 4 részes... Földjén. Bocsánat, még szokni kell. A Rakéták Földjén című dokumentumfilm sorozatunk, 4 részes dokumentumfilm sorozatunk előzetesét, bemutatóját, beharangozóját kinek mi áll közelebb. Ezzel fogjuk zárni, de nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Az, hogy ennyire lelkesen követtétek velünk együtt ezt a... Hát végül csak nem láttuk, hogy bevontatják az Orion, de tételezzük fel, adjuk meg ez a benefit of doubt, ahogy az angol mondja, előlegezzük meg neki, hogy be fogják vontatni, és sikeres lesz ez az egész mutatvány. Olvassatok minket a spacejunkie.hu weboldalon, ott volt egyébként egy Artemis 1 küldetésről szóló, folyamatosan frissülő hírfolyamunk, köszönöm, csak nagy nehezen eszembe jutott. Ezt mindenképpen kövessétek, mert ott azért még szerintem a küldetés végi eseményeket folyamatosan össze fogjuk foglalni, de egyébként még nem tudok elköszönni tőle. Tessék? Még nem, így még nem tudjuk elengedni. Úgyhogy ezt mindenféleképpen olvassátok, hát amellett, hogy ugye mi nem csak egy YouTube csatorna vagyunk, hanem egy hír portál is, ahol folyamatosan hozzuk nektek a legfrissebb űr eseményeket, űr híreket érthetően magyarul. Akkor ugye, aki még nem tette fel, meg mindenképpen iratkozzon fel a csatornára, mert hát így nem maradtok le különféle programokról, eseményekről, közvetítésekről, amiket itt, hát mi folyamatosan élő közvetítésekkel látunk el benneteket, szerencsére elég sokan követitek is. Olvassatok minket, vagy kövessetek minket Facebookon, űrutazás űrhajók Facebook csoport, vagy pedig spacejunkie.hu Facebook profil név alatt, Twitteren, Instagramon, TikTokon megtaláltok minket spacejunkie vagy spacejunkie.h néven, valamint Discord szerverünkre gyertek és iratkozzatok fel, hihetetlen jó kis közösség, nagyon sokféle csatornánk van, ez egy teljesen más felület, ha aki még nem látta a Discordot, az elképzelhető, hogy nem nagyon tudja elképzelni, hogy ez mi, de egy nagyon funky, nagyon érdekes, modern valami. Gyertek és nézzetek el a webshopunkba, ugye ezekből sorsoltunk a mai nap folyamán, pólók, pulóverek, kapusznispulcsik, mit árulunk még, bögrék, párnák, sapka, így van, baseball sapka, de ezeket még mind finomítani kell egy picit, de ez a jövő évre meg lesz mindenféleképpen, és szerintem természetesen aki teheti, nyomjon egy lájkot ezekre az adásokra, és természetesen tudtok minket anyagilag is támogatni, vagy itt az élőadások során szuperchatben, vagy pedig fel tudtok iratkozni csatorna támogatónak, vagy pedig a Patreonon is tudtok minket támogatni, minden linket megtaláltok a leírásban. Uraim, én pedig nektek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, egy nagyon kellemes 3 és negyed órát töltöttünk szerintem együtt, hihetetlen jó kis történelmi eseményt láttunk. Így van. Köszönöm én is a meghívást. Hogy ránk szálltad a vasárnap estédet. Így van. Egy nagy élmény volt. Így van. 3 év múlva köszönöm folytatjuk. A sok segítséget a kommentelőknek, hogy megfejtettük a feladványokat. Igen. Őrület. Igen. És azzal poénkodtam, hogy 3 év múlva folytatjuk. Oh. Ez elég kiábrándító a hangzik. Egy kicsit az, de tény is való, hogy azért itt gőzerővel mennek a dolgok, meg hát azért itt más szórakoztatni fog minket, azért remélhetőleg jövő év elején azért egy Starship orbitális tesztrepülést fogunk együtt évőben átélni, az remélhetőleg egy nagyon nagy dolog lesz, úgyhogy bízunk. És mindenki csak bozítani tudunk az utólagos kommentelésre, még akkor is, ha itt sokat írtatok az élő chatben, hiszen az is rengeteget segít nekünk a videó utóéletével kapcsolatban, és hogy tényleg minél több embernek ajánlja az adást, aki nem látta. Úgyhogy tényleg, ha csak egy köszit, még akár egy pontot írtok már, az is számít a YouTube-nak. A lényeg, hogy egy komment mindig több, mint 0. Ezt most jól megmondtam, de a lényeg, hogy bármit, kérdés, vélemény, pozitív, negatív, bármi, szívesen fogadunk, persze az építőkritikából próbálunk és igyekszünk tanulni. Tényleg mindenkit bízhatunk, hogy kommenteljetek utána is, és tényleg, ha valamire nem kaptatok választ, akkor egész nyugodtan tegyetek fel a kérdést újra. Így van. És akkor ami késik, az közeleg. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmeteket. Jó beliflopot az ágyba, a tolóerő legyen veletek, hajlá Team Space, hajrá! Space Junkie. Sziasztok, jó éjszakát, és akkor jöjjön az előzetesünk. Sziasztok! Sziasztok! Mint Space Junkie csapat nagyon szeretnénk elmenni Floridába. Szerintem mondhatom mindenki nevében, hogy életünk hatalmas álmok. álmunk, igen, hogy elmenjünk, biztos, hogy egy életre szóló kaland lenne. Ha már ennyire belefolyunk ebbe, és tényleg ennyire az életünk részévé válik ez az egész, hogy mindig közvetítünk, akkor egyszer az lenne az igazi, ha élőben is közvetíthetnénk. Talán ez lesz a legnagyobb eddigi utunk, hogy kalandunk együtt, és egyben az első is. Biztos vagyok benne, hogy ha egyszer ez megtörténik, akkor tényleg minden meg lenne örökítve, ami fontos is, tényleg úgy gondoljuk, hogy inspiráló lehet mondjuk a magyar emberek számára. Ilyen átfogó projektként talán mi vagyunk így az elsők a kis hazánkból, akik így kimennek és ismertették majd az ottani helyzetet. Ezért is megyünk, hogy átadjuk azt az élményt, amit Floridában meg a Starbase-en majd tapasztalunk. Hát reméljük, hogy azt a rengeteg támogatást egyébként, amit kaptunk a nézőktől, azt meg tudjuk hálálni. What a view, it really is. What is the sky like? Nope. No space to